Dancsó Péter beleköpött a lazatos szendvicsbe. Ez a hajó ágyú. Na hát múltkor jeleztük, hogy kicsit akadoznak a... Elkezdtek akadozni az adományok, úgyhogy ma ismét nem volt pénzünk a megadjára, de voltunk annyira gálán slovagok, hogy nem a szlovák bódit hoztuk ide, hanem ide hoztuk nektek dopment, hogy megbasszuk őt is, meg mindenkiét itt rögtön. Ezt mondod, hozok mindenkit. <laughs> Nem ugye a... <laughs> Meg a egy kék lakókocsi tanultáma. Tehát, hogy a, <laughs> olcsóbb, a olcsóbb, mint a megadja, akkor itt az azért, gáz. azért megnézném, hogy mennyibe kerül nekünk a megadja, nem hozzá egy elrészletes elszámolás? Egy lehet? kicsit torzult tehát, egyébként tök jó, mert a, a, most ugye áll ez a bál és az új klip alá, de tehát ugye van nekünk a hitelügyintéző iroda, és ott van egy élő telefonszám. És a Mocsár gyuszit, a kollégámat fölhívta egy ember ilyen érdeklődő hangon, hogy hát falu, mi ez a hitel, meg minden, falu napra szeretnék kérni egy ajánlatot, meg minden, és mondja nekem, hogy 600 ezer forint. És akkor úgy mondtam, mi? 600 ezer forint? Nem sok az egy kicsit? És akkor mondja, el van havazva, most nagyon nem ér rá ilyen fellépésekre, meg minden. a jó, hát adtam volna egy tízest. Erre és a következő pillanatban olvasom, a, utálom a Dopment komment szekcióba, hogy fölhívta a számunkat, kért egy ajánlatot Falunafra, és hogy 600 ezeret mondtunk neki, de ő csak tizet fizetett volna, és hogy megnézte az összes dátumot, hogy mikor van koncert. Hát, meghívhatja a Puzsért helyetted. Ha ő, most nélkülben az őre fénytél fogodani. Az őbi nem csak annyit válaszolt, hogy mi ez a pusztító alpáriság. <laughs> ne, első pillanatban nehéz volt, megmondom őszintén. Visszanyeltad a mérgedet. Hát ki kellett Utána köptem, de nem volt egyszerű. Mutert meg a hugomat összeraktam így egy közös képkockába az egész életüket, és azt úgy, nehéz volt, nagy gyakorlat volt de aztán ránézti ezekre a zavarosan összemofodott szemekre, vagy tekintetre, a démonra. meg abba tükröződött démonokra, és akkor a dolgot, hogy vala, nem, nem, mindenki ura magának. Még játszom a gondolattal, hogy megverem, de... Hát de minek tudod, ha anyám erre szoktam mondani, hogy az ilyet minek, megütni, csak hülyébb lesz tőle. Hát meg szívességet tenné neki vele. Ő az a fajta ember, akit már így, így aki így ígéli, ha megverik szerintem egy kapcsolatban. Lehet, hogy szereti. Nem, én az, az nem kéne kéne én. Én. A klasszikus vicc, amikor azt mondja, van a, találkozik a, a mazohista meg a szadista, és azt mondja Aha. a mazohista, hogy üs meg, hát a szadista nem. De tényleg, Te, Kuzsir, de, emlékeztek -e? a 98, nem 2002-ben, nem, 98-ban, hogy vagyok, ugye az a kampányot az MSZP-nek az volt a egyik mesterfogása, hogy kitettek egy ilyen hazugságszámlálót, és akkor mindig tekertek egyet, amikor valami szerintük, ami kormánytag megnyilatkozott, és ez nem úgy történt, vagy nem valósult meg teljesen. És ezt a köztársaság MSZP székház pincerendszerében talán megvan ez a hazugságszámláló, és a következő ilyen Puzsér hútvitára el kéne egy csak így kitenni az asztalra, és akkor az elkezd, mint a búgócsiga a pörögné, mert hogy nem tudom, te nézted a Puzsér hútvitát. Ott a, a Ábrahám 15 a hazudott egyet. Tehát 15 másodpercenként hazudott. Te nem vagy tehát ennyit, 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 másfél alatt hazudni Te nem ember, vagy gyakorlott az... puzsért fogyasztó, nem? Erég tehát ez már pár nem. éve megy ez a 15 másodpercenként egy. Tehát az, a, amit a natkorról magyarázat, egyrészt nem tiltották be, másrészt be kellett volna tiltani, ez egy szélési jobbodali volt, ahol Szávén és Löpen magyarázott. Tehát, hogy a, egy mondat, Maga a, koncentráció amikor, amikor a, a kötő szavak, tehát az, 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 azok stimmeltek. De különben szerintem úgy van vele az meg, hogy a, mindig a pillanat uralására játszik, tudod, az, az, van. Tehát ő a pillanat. Tanítványa. Az, abszolút. Tehát, hogy próbál arra játszani, hogy aktuális egy érzelmi gombot megnyomjon a közönségébe, és azok lekövetik hűségesen. Fú, a, a rajongói. Dübörítom a nem, nem, akarom megjelenteni, mert lehet, hogy nagyon sértő lenne, de de, nem, és te nem, de, vagy, de te nem de, vagy ilyen ember, a, aki nagyon, mert nagyon nem a személyeskedés az unalmas, tehát az ember a indulatból úgy beleáll, de utána meg rája, hogy tévút volt az egész. Úgy érveket fog az is. még. Igen, igen. De hát ott a, ugye ezzel a vitára elmentek a Puzsér szekta kis jeles képviselői, nyilván mindegyik egyetemista vagyok. Persze. Ez én nagyon okos. Muszeológia, művészet, igen, történet, Én egy pár. fiatal felnőtt vagyok, amúgy egy nagy lófazba az meg egy idős gimnazista vagy. Na és azok így, hát, a, imádtam, hogy felkérdezik ha a, hutot, hogy na, mi történt ezzel a trombitás cikkkel, akkor a, akkor a hút elmondta, hogy mi történt, majd azt mondták, hogy jó, ez nem így volt. De egyébként, a, de egyébként a, a sokkal jobb helyzetben vannak, mint a a baloldalnak a hívei, mert a puzsé híveket soha nem kell választáson megméretni. Tehát ők hihetik azt megszakítások nélkül, nem értem, hogy nekik vagy, vagy. Tehát nem értem, hogy mit, mit, Igen, mit tehát beszélsz. a Puzsi az egyen ilyen toborzó központ, egy ilyen ez egy akadémia. De van némi közös halmaz. Van, a, halma, a baloldali szavazók, és van a Puzsi szekta. Egyébként a puzérszektában szektában nem mindenkinek kell szavazónak lennie. Meg az őrskizó. De mi azok? De ezt nem tudjuk. Én tudom. Igen? az eddig, tehát az elmúlt pár év az arról szólt, hogy fél évente, évente egy másik párt alá becsartott, csatornázta a híveit. Elment a jobbikot, jobbikba csodálni a vonalat. Ne lép vissza, Péter! Te fogod megképezni a polgári Magyarországot, majd utána beleszeretett a Márki Péter, te fogod megképezni a polgári Magyarországot, majd utána beleszeretett Magyar Péter, most jelenleg odáig van ért, hogy Péter, te vagy a esélyünk, hogy megképződjön a polgári Magyarország és a kis tanítványai meg hűségesen leszavaznak arra a pátra, akire Robika kiadta az utasítást. Amúgy független Robika. Én arra akartam utalni, hogy itt azért látszik, hogy bele tudnak a hívek gárgyulni abba, hogyha a hülyes, saját hülyeségüket túl sokáig hallgatják. Tehát az egyén puzsér hívek is pont így jártak, mint a balos tábor is. A figyelj, a belegondolsz, Hol értékesítették a legtöbb metafizikát? Hát <laughs> tőle, a budai hegyekben. A tartunk. Hát nem, hogy melyik bolthálózatban? Libri? A bolthálózat. De nem, ezek nem rendelik házhoz, ezek nem járnak boltba. Nem ki, tán, a... ló kiviszi, hát ki a, bolt. Ki a, volt. A, lovas, a, lovas. Volt, ki viszi a A, lovas, ki viszi a... Ki viszi Lo volt kiviszi. A Ló, volt. Nincs valami ízének? A kuruc valami De kiadója, mert a... szerintem tehát a erő... <laughs> az erőről, meg az akaratról, meg az meg ilyen azért. könyveket a náci kínálnak <laughs> olvasni. Akkor a, ugye a, libri? Tényleg a libri? A Akkor a Fidesz a puzsarat. Képzeld el. Akkor a főnök az antikrisztus, nem? A tévéje. A főnök az nem érte. az antikusztus, csak a tévé ja, De most az már, az már múj. De most már a könyvkiadója is. Hát most az, az, nem tudom, hogy mennyire antikusztus, az csak Fidesz, azt se szereti, de hogy így igen, tehát a... Hát most ezek, ezeket Figyelj, az már, ne csinálj. Azt az 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 se nem szereti, az az finom megfogalmazás. Nem, miért nem fogtok ne fog téged tiltani a Puzsér. Úgy ezt, mint én a ja, fammal, mert... nekem megírta a repjébe, hogy a hanvasról nem elég beszélni. Egyébként... És én... Hát meregben, az én olvasom. Én olvas most így, de, de de várja, és ha én azt mondom, hogy a Hanvas Béla az a filozófiának a horoszkópróvatja, akkor, akkor, akkor ez pusztító a páriság lesz. Igen, fogadom. egyébként de én, 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 én... én imádom Hanvast hozzá. Szerintem nem tudom, én nagyon kamázom, én sokat olvastam tőle, meg sok mindent hallgattam tőle, hangos könyvbe is, mert tudom, hogy azt igazából úgy kell fogyasztani, de szerintem fantasztikus író Viszont tartotta is magát az álláspontjához, tehát ő nem kért az elnyomó rendszerből. És beült egy raktárba. A hamvas védelmére. Arra próbálsz célozni, hogy nem mentel a MTV-be 1970-ben, hogy ott Kádár Jánosnak a... Meg a hamvas, az sosem írt az Árja Fizikáról, mert amit a Puzsér előadott, ugye az erő, meg az akarat az, ami legyűri, ez pont ugyanaz, mint amikor a 36-ban a Germán Tudományos akadémia a zsidó fizikát lecserélt az árja fizikára. Amikor nem, amikor nem a gravitáció a fontos, hanem az akarat. Hát hát ez, a, a, ez a rosszul felfogott fizikális a... törekvés, itt van az nagy az akarat, nagy a továbba a a Itt van a Puzsérféle metafizika. Azok mind törekedtek arra, hogy nagyok és erősek legyenek, csak nem számítak. Azok az lettek. A sár nevű. meg amit még imádtam a klipjébe, ha már itt tartunk, a könyvégetés Tehát az még egy zseniális metafora. Engem, az én könyvemet. Engem. A könyvet is égetett? Én csak a szalagot láttam. Ne, könyvéget is van. Ó. Imádom. Menek utána, jó az. <gül> <gül> És akkor tudod... De azt a, a mostani vágod, amit előadott. Én most végignéztem nagy nehezen és most megint visszatért ehhez a... Van egy ilyen, egy ilyen eszményi önképük a, az ideális értelmiségéről, tudod, amikor megjött a Thomas Mann, és akkor a József Attila írta azt a verset, hogy a, a sok mély érzésű értelmisége ott leheveredik, és akkor hallgatja, egy a Thomas Mann, hogy te egyetlen európai itt vagy köztünk, fehérek közt, és akkor most a izére cuppantak rá, hogy a... A Pálfi nem védte meg, amikor kirúgták a hírtévéből. Ja, közül, igen, tudom. És akkor hajót felemeli a hangját. Mint értelmiségi, akkor nem fogják ki. Akkor ott le. És az a, ezeknek az a hülye beidegződésük van, hogyha ott 1936-ban lettek volna értelmiségiek, akik szólnak, akkor az egész nem történik meg, akkor Hitler így visszacsinálja, hogy És S az megredtem. a helyzet, Robbi, hogyha olvasnál olyan könyveket is, amiket nem te írsz, akkor urvasok ilyen értelmiségi volt, akik ugyanígy te járatták a, a pofájukat, mint te szóltak. egy élet és irodalomnak az Igen. utolsó lapján aláírásokat gyűjtenek az értelmiségiek, mm. hogy Hitler ezt vonja vissza a tévtanait. Ajánlom akkor az a egész így... Faludi Györgynek a könyveit, ami azért Faludi György nem igazán nevez nem, nem, a te alkohol melegedből valónak, tehát élvezni is fogod, de ő is ilyen ezeket a hülyéket, hogy így mondták neki, hogy Gyuri, ne menjen, hát megvédünk, és így kérdezte tőlkül, hogy hány hadosztályotok van egyébként, és így megsértődtek be az meg. Ezekkel ez a 30 az éttermiség, ez az így megsértődött, mert a faludi azért nem volt egy ilyen Nem, nem érdekli teröstől. őket a valóság. Mi? Hát én is így látom, igen. Egy műsort néztünk, ahol a hitelekkel kapcsolatban. <síns> <síns> olyan jaj. az a hitelekkel, mint De azor hogy Ugye előtte ment egy ilyen nagy eh, vetítés a nyugattal kapcsolatban, hogy nyugatosnak kell lenni, hát meg a nyugati kultúra, meg Lesz, ott Ugye ott én hitel. Nem is kaptam semmi. Tehát, hogy az egész a hitelről szól, semmi másról, csak a hitelről szól, az egész nyugati berendezkedés nem is létezik. De mi a helyzet a, a magyar ugarozása, mi a helyzet a Széchenyivel, De mi a helyzet, a, a, akik Magyarország polgárosodát akadályozták? mi a helyzet a, a rendi, meg a nemesi társadalom. Gyerünk ezt ez magyar, mondja, mondja, Magyarország mondja. fejlődését? Tehát, tehát ugye itt az a baj, hogy a púzsáknak megint egy különálló személyiségei Igen. vannak, és te saját magával vitatkozik. Tehát a hitel, az a kapitalizmusnak, meg a polgári berendezkedésnek ez a legfontosabb építők. Polgára. És ez azt hiszi, hogy annyi a hitel, Még az akkor meg... is hadók hitel. Köszönjük a... szépen. Cseng. Azt majd intézünk. Azt hiszi, hogy annyi a hitel, hogy bemész a, mit tudom én, drogéria márba, vagy a vasadénybe, és veszed szetelem kölcsére, bocsánat, majd kifügyülitek egy bögrét, érted? Tehát, hogy nem az a hitel, az összes a körbetartozások, hogy létezik ez a rendszer, a cégek, az építkezések. Igen, minden. én, ég, én aláírom a fóbiáját a hitelek kapcsolatban, csak ez csak nem fóbiá... ezek, ezek akkor abból az évek, azokból az évekből erednek, amikor azok Urta akik so de akik el akiknek most te dolgozol. Tehát lehet, hogy nem kéne nekik dolgozni, meg rájuk szavazgatni, és akkor, mert most most is hitel van, és valahogy nem dőlnek be ne, hát, a hitelek, nem? Amióta Ostoba Geci Orbán 14 éve átvette, azóta valahogy a munkahelyeddel ellentétben nem. Én egészen meghatódtam, amikor így elmondta, hogy hogyan kell lakáshoz jutni, hogy az ember megszorít, lakik a bérletben, kifizeti a et és mellette félretesz. És akkor egyszer csak összejön egy lakás, annyit így félretesz, és Ugye. akkor ezt nem jutott, volt ez a videó, nagyot futott ilyen pár éve, a teljesen buta amerikai picsa, tényleg ez a kerrel, hogy hajlékatlan vagy, de miért nem veszed egy lakást? <laughs> nem Tehát vegyél egy házat, és akkor nem leszel hajlék. Hát volt egy király. De különben, ma, ha... ha... Tudom, nem? Aki ilyet csinált, és lefejezték. De egyébként nem csinált, az is csak szöveg. hát az, az is egy propaganda volt igen. Igazából, Figye, ha belegondoltok, akkor tulajdonképpen a NER, ha így van, hogy egy beköltözünk egy albérletbe, élünk, fizetjük, és mellette összegyűjtünk egy lakásra, mm. mondjuk egy ilyen tíz éves távlatba, vagy tizenöt, akkor ez a, a világ a legjobb rendszere, az, neked, van elmondom annaként. neked, hogy Ilyen sehol nincs. Tehát a nyugaton olyan, hogy te lakást veszel, meg De ilyen olyas, nem hogy lépte, is. Komoly állásban vagy, akkor sincs esély. Sőt, a Robika kedvéért nem sokára nyugaton olyan se lesz, hogy lakást öröközt, bevezetik a kommunizmus, mert hogy akkor azt így el kell venni tőled, hiszen a te szüleid dolgoztak, és ez igazságtalan Sáhér, azokkal a kortársaiddal szemben, akiknek a szülei nem dolgoztak, és nem halmoztak fel. És Megkapja néhány barna szempára te örökség, örökség lakásodat. Hát azt már beköltöztek a hunok, tehát az nyilvánvaló. Na, Dancsó. Jó volt. Na jó, ebből kivonulok. Tehát, hogy tényleg, tehát, kevés olyan téma van, ami ezt abszolút nem tudok hozzászólni. Fél szépen, órája tudta az... meg, hogy létezik Dancsó. Nem, két és fél napja tudom, amikor olvastam, hogy kipattant valami botrány, és akkor így lát, ki ez az ember, és akkor láttam, hogy Magyarország leghíresebb, meg legrébb. Leg, leg... Igen profibénfluencia. jó, de meg lehet, hogy a, a kérdést. Igen, igen együtt nyomultak a Robival, <laughs> csak aztán valahogy, valahogy ő is lekopott onnan. Én egyébként meglepődtem, hogy ugye lengvénben megint úgy érzem, hogy a munkanap nem tehet ki teljesen. Tehát van egy bizonyos ilyen, négy óra után már nem annyira fekszünk ennek neki. Szerintem már három óra húszkor is nézik az órát, hogy mikor indul a golfkorz, és akkor, akkor mennek le a mennek le az ütögetésbe, és akkor ez volt a fedősztori, hogy Rubik kockát mentek kirakni az urak. Tehát, hogy én értem, hogy magyarországban a CIA, CIA World így, így ostorral tereljük a pulit, megtörjük a főskocatot a szájunkról, biztos és áthívtad akkor... az osztálytársad egy kis Rubik kockát. Igen, tehát így Magyarországról ugye felcsapták a lapot, és akkor Rubik Cube, hát akkor ezt fogják kirakni. De azért nem, tehát azért nem teljesen így van, hogy nem tudom, Argentinában mindenki maradóna, meg, meg marhát terelget, tehát ennél differenciáltabb a világ. Tehát így nem. Amerikából ez lehet, Vannak is. De ez a fedő sztori, ezt még a pamkutya se hitte el, mert ha jól értettem, azt mondta nekik, hogy, hogy ők nem tudják, hogy miért mentek oda, de hogy nagyon jó volt. tehát Figyelj, még ők hogy se hitték ez el, mondjuk túl. hogyha Janos, minket, minket kineveznek társ nagykövetnek. Nem tudom, miért voltam ott, de nagyon jó. De ezt mondták, ezt mondták a reakció videóban, hogy ők se tudták, hogy miért mennek oda. Hát ez, nem jött akkor nem küldte meg a briefinget, vagy a fedősztorit, hogy ezért kellett. Na, kineveznek Figyelj. minket társ nagykövetnek Mongóliába, akkor a helyi ellenzékeket meghívjuk egy torok hangének. És az még jobb a torok. Tehát, hogy most így összehozod a pressment, a torkot, meg hogy nem tudjuk, mi vagyunk ott, az elég ég. Nem értem, miközben van ezeket. Ez engem, engem, ez a delejes... Pressman, de nagyobb szokja percért, ez a delejes szemű pressman, hogyha <laughs> meghívod a téged, a présember mivel az, az, amerikai önkormányzatnak az épületével, akkor az ott... Félsz, kell... hogy nyomás gyakorol rád? <laughs> Én nagyon félnék. Legalábbis <laughs> gyanús. Na, és ha -hát. Butánban robbantunk ki forradalmat, vagy hmm. Nepában, akkor mondjuk egy ö vajas te a szánszra hívjuk meg az ellenzékieket. A, az így ez utat teszem be. Igen, jó. és ha Ausztráliában akkor egy bumeránggal bumerángal a várost, így körbe megy, és akkor az ausztrálok ilyen kenguru ugrálnak be. Én értem, hogy így, így a kifestőkönyv hatodik osztályosoknak van, ezek vannak. Ha új, Zélandon akarunk forradalmat kirobbantani, akkor így a maori táncestet hm. fogunk szervezni. Igen, tehát hogy legliben tovább nem gondolkodnak? Hogy... Nem. Nem kül, mert most figyeltem ezt a szípeket, meg így összeraktam a, a robiékat is. Jó, volt egy-két olyan mondata a mestertől, amit nekem olyan furcsa ez a vérteket fölveszünk, meg lóra ülünk, aztán megyünk a csatába, de, de egyébként, ha meghallgatjuk, hogy miről beszélt, tulajdonképpen a világ jelenlegi állásának a problematikáját sorolta föl. És akkor ezzel szemben van a másik fajta megfejtés, ez a Puzsérféle történet, mert ez most nagyon eluralta a közbeszédet az ellenzéki közegbe, vagy független objektív közegbe, ahol a Libri keresztül mennek a könyvek, meg bekerülünk az ATV-be, Spirit fm meg mindenféle csatornákon Oda kapunk pénzt. Az Antikrisztus egy Fidesz hangja is, és, és képe. <laughs> Legalábbis 2019-ben, ha jól emlékszem, még így volt Hát most már ideje lesz lassan egy olyan könyvet megcsinálni, hogy fekete lapra, fekete betűk. De most bajban lesz. A... Breírással. Bajban lesz a Puzsér, mert nem sokára ugye a progresszió legújabb vívmányait neki is át kell venni, hogy Magyarországon azt visszatükrözze. És ugye Amerikában most miből áll a, a nagy politika? Mi a fő üzenet? Minden a zsidók miatt van a világ. Ez is a zsidók miatt. A hát kell meg, meg, a meg utóbb torkozni is kell. Buzinak kellene és zsidózni, tehát gyerekek, hát nem tudom, ezek a kilátások. Hogy fog, hogy fog ebből a pressz Semmi az elinékül. Tehát minden kérdőjének fenntartásunk ellenére inkább besorolunk Orbán mögé, csak ne kelljen szopni és zsidózni. <hállt> Ezt a kettőt Mi nem 21. század, nem ilyen sokáig jutott az emberiség. Beérem igen. már, hogy nem kell buzinak lenni, meg képzeljétek, bazd meg. Tehát elström a pokolból, hát, igen, Ezt nem hiszed el. Aztán a kürtös fiúval egészen hát, megvan hatóra, hogy még a... Amerikát is megszereztük. a válaszdal, tudod? És bazd meg, betá... a Puzsér közönségében betámadott egy transz Ez és... hogy, ezt és... hogy kell érteni? Hát ilyen szexuális fenyegető üzleteket írt, hogy hogy merek politizálni, meg a puzsérnök meg a feliratkozója, a... a... és azt mondja, hogy még a transfaszát nem rakná a számon, mondd köszönöm nekem, ne ajánkos, nem vagyok rá és akkor így mondom neki, hogy Figyelj, azért szép új világ van, mert az én fiatalkoromban a buzeránsok azok inkább hallgattak, mint a pöccörőjüket ajánlották volna a férfi embereknek. Azt mondja, na vigyázz magadra, mert ez a buzerás már jó megve. Milyen harcias ez a közösség. Azt hát azért megvizet, hát, amikor ugye, a buzsé szektávól mennek. Hát egy transz. Ennek a neve hát, a kemény köcsög, ugye ismerjük ezt a igen, formát. Igen, emberbaszó. <laughs> De, ez, én De is, hogy is én is, is benne, ez a ezt osztályon a... keményen nem, 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 ne, ne. nem, ezt nem ez Az elmúlt másfél hónapban olyan megvadulás történt, amit ilyen választások igen. után tapasztaltam. Tehát, hogy ilyen, igen, de a Puzsér, meg a magyar Péter hívők ilyen, ezért fél óránként írnak egy üzenetet, hogy hogyan és mikor fogják Igen. a pofámat. Ő az. Tessék. Ezt ez fogsz neked megverni? Ez. Júljus. Nem veri meg. Itt sok. azért kemény. Nem veri meg. Muti! Na jó. Ez egy muti. Hát ez hülye, Na ez a buzi bevel, látod? Tehát ez egy, ez egy olyan... Subidubi dubi más is buzi figyelj, nem csak Figyelj, ér. tudod, neki, hogy az Asturian várjuk, és majd a haveromat, a Claudettet rá. az, 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 a, az ér. Ér. itt a levelezés. Csak mutatom. Ez egy olyan faszi, aki nőnek képzeli magát, de mi nincsen levágva a fasz, mert a szádba. Hát az né? a fenyéget, Mondtam neki, én ezt nem szeretem. Maradj te de a fajten, de te kopas buddhista geci lesz a szobhatnál. valakitől valamit a nagyon van? megfosztott. De nagyon de fie, azért, azért visszamennék egy, egy, időgépet, én... 25 évvel korábbra, és apukámnak mondanám, hogy az üldözött fajták 25 év múlva, a zsidó, a buddhista, meg a fideszesek így egy akolba, és a, a nácik, a buzik, meg a nem tudom, kik támadják őket. itt, hát gondoltam meg magam, először azt gondoltam, hogy lemegyünk az apura büntetni, tudod? De utána még azt elolvastam, hogy ilyenekkel van te a nézőtér, akkor engem büntetnek meg. De vigyázzál, vigyázzál. De neki legközelebb, amikor megkerestéget, hát, hogy jöjjön az asztóriára, mert kell vennünk a kardokat az Opel Kadettből, mert a Claudette a haverunk elintézi egy kétméteres transzi, ekkora combokkal. Az bánik, ez bárki tájboksz? Persze, óriási, vör, óriási vörös, hosszú, szép haja van. És az a baj, hogy ez a hülye addig idézgette, hogy létezik ez a személy, amíg oda jött, és tényleg van az meg. Tehát így, hát gyakorlatilag idézte, a, is gyakorlatilag. Az az Bisti arra nem hitte, hogy létezik, és egyszer az csak az megjelent a, a rockiban. Hát mondom, itt mm. van Claudette. Azt láttam, hogy te vele dumáltam, és azt láttam, hogy hirtelen így kimerevednek a szemei, és így néz, így elmerevettem. Szóval meg se fordultam, hogy na mi van, Pisti, megláttad, tudod, Ja, te már többször is láttad. Persze. A régi vívó bajnokot az asztúrián. És te. És mit Mindent. Mindent. nem hívtad még sem. A haverom meghívta. Igen. Hála, és az persze, leültette, és megkérdezte, hogy az meg ez most tényleg mi a fasz? ez magyarázd el nekem. Igen. És akkor elmagyaráztam, mm. hogy hát ő így érzi jó magát. Nincs hát, ez -e gond. Barátunk. Tehát azt, hogy mi nem gond. akarja a szálba tenni, akkor amúgy <laughs> ha, mind, érzi se amúgy, tényleg semmi gond. <gül> <gül> semmi gond És ha így érzi jó magát. Na, kicsit visszatérve így a komolyabb ügyekre vezve ez Már a témához, a hogy, hogy, igen, tehát hogy így, így képzeljétek el, hogy a kínai nagykövetségen így mi folyhat most, hogy így eszgetik, ugye jön itt a 10 milliárd, dollárnyi befektetés, itt a gyárak közé egymás egy ilyen hátán vasút, most már autópálya lesz, reptér, mi a tököm, légijáratok, minden, és akkor átnéznek, biztos van azért valami kis fülük oda, hogy a szabadság téren a kollégák ott mit tevékenykednek, és ott meg a, az influenzereket ilyen, hát azért ehhez képest elég olcsó vacsorával próbálják meggyőzni arról, hogy tegyenek valamit a magyar fiatalság, politikai megosztottsága ellen. Tehát itt kínai meg, meg a, szabadság, meg így, a, szabadság, én a így, szabadság. Én nem tudom, hogy a kínaiak egy hogy ezt, nevetnek, de most valószínűleg kurvára ezt nevetnek. Ezt múltkor plastikusabban elmondtad. Ez olyan, mint hogy van, -e, van egy nőnek két udvarlója, és az egyik Igen. udvarlója az, az ékszert vesz neki, meg viszi neki a virágot, meg mm -hmm. moziba hívja, meg ilyenek. A másik udvarlója meg belegyömöször be a saját szarát a póstaládájába. Miért nem velem a, a, vissza az amerikaiakra, nem olyan régen, az így nem tudom, mennyire vetett vagy figyeltétek, a pressmennek volt egy ilyen beszéde. Tartotta valahol, azt se tudom, hogy kinek és mikor, de így beszélt tulajdonképpen Magyarországgal kapcsolatban a felfogására az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy itt mi hogy lesz, meg ja, hogy mit idomulni mit kell a farbához, meg mit vár el. Tehát, hogy azért ott kemény hozta. az elvárásait? Aha. Na, a kis ez, szállt, ez... Tehát az a baj, hogy ő Na, már úgy gondolta, hogy ezzel a feleségül minket ezzel a NATO meg a új csatlakozással, és Hát úgy látszik, hogy a, a hölgytag a kapcsolatban az nem így gondolja. Tehát most talált egy gazda kínai pasit, aki... De és és, hát és, és ezt már nem érzi úgy, hogy akkor most itt be kéne szállni... De vannak részsikerei, tehát a puzsérfélék egyből oda simulnak a csizmaszárhoz. Ezt értem, de most te tehát a Puzsér az bemegy akkor Orbához és leordítja a fejét, hogy hát pedig az a vasút Nem, azt hogy csinálja. Tehát akkor ez, ez, így hogy fog? Én nem látom így a manifestációt, amiben így a karmelitában most törik a fejüket, hogy akkor kinek tegyünk kedvére, hanem hát ez a, ez a meccs úgy látszik, hogy eldől látszik. Ez tehát van egy minimális a... gesztus, tehát egy alapszakasz meccset, akkor vigyenek el fel. Igen, vala, hozzanak egy NFL meccset a puskásba, hogy valami ilyen, 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 nagyon apróság, de nem, hát nem. Vagy egy jó koncertet. Nekem mindegy, bármi lehet, csak valamit csináljanak már. Mert én, én nem akarok ennyire egy oldalú kínai, ezért én ezt szeretném, hogyha versenyeznének értünk. Te versenypárti vagy. Abszolút. De szerintem versenyeznek is. De ez ha maguk a maguk módják. Hát hát az, az egyik torkoztatni, akkor a másik meghozza a, a játékot. A Viszpertonnak vesz egy új alapozót a Pressman ezzel. Ezzel nem érzem, hogy akkor az így a kínai vasút most így nagyon gondolkodik, hogy na most mi a francot csináljunk -e erre. Tehát és, a, és a magyar... Az nép... a baj, igen, a kínai és a követség, tűnő... a Visperton nem tudják értelmezni. Hát, sem, és, a, ma, és, a, magyar nép ott tűnődik, hogy... Nem, hogy én se tudom értelmezni. És a magyar nép meg ott tűnődik, hogy így most melyiket válassza a a gyors vasutat, autógyárat, vagy a pedig a, a Viszperton hol videóját. Viszperton. Hát a haladásnak haladnia kell. Én egyébként belenéztem ebbe a Viszperton forsnercse, mert én, én nem tudtam, hogy ezek Zék és be, de én, én akkor Forst mert Csenge és Vízperton, azok voltak ott. Ja, igen, igen. És én gondolkodtam, Shaken. hogy ez mi a tököm, mert, mert, semmi. Tehát Az semmiről, de se, Shaken Express. <laughs> de hogy semmiről nem szólnak a videóik. És én hmm. rájöttem, hogy ez, én akkor láttam ezt, amikor bejött a telesok Magyarországra, és Aha. azt se értettem, és akkor, akkor értettem magam, amikor a nagymamám az már hívta volna a vonalat, hogy megvegye a legújabb törésmentes kerti Ez a gyerekeknek szól, ez a fiatal az Nagyon jól mondod, ez a fiatal Ugyan ez szól a telesok, és csak hát ez az de a különben, kor. ha jól odafigyelsz, hát nekem azért a lányom 17 éves, meg volt kisebb is, és Egyébként abszolút a gyerekeknek szárnyák, és a gyerekeknek a tudatformálása megy. És a, amivel a felnőtt társadalom nincsen tisztába, hogy például a gyerekek milyen nyelvezetet beszélnek, mik egyébként a pszichés kihívások, és különben hogy állnak a világhoz, nagyon keményen át van már formálva a tudat. Már Magyarországon is. Tehát a mesecsatornákon be van tiltva a reklám, mert hogy micsoda dolog 14 év alatt gyerekeknek nem tudom én. Milyen... G.I. joe t reklámozni, vagy Barbie-babát, de ugyanakkor a TikTokon meg szabadon mehetnek ezek. Tehát a nagy multik, akik nem reklámozhatnak a Disney-s azok most a TikTok-keresnek. Figyelj, a TikTok egyébként, tehát a kínaiaknak ez egy nagyon nagy vívmány, okos újítás. A nézik, vagy hát ott más néznek. Ott egyébként, ha belegondolsz, ez egy szellemi fegyver. Tehát ide tolták, és lerongálják az emberek. Itt egyenletek mennek. hülyét csinálnak az emberekből. Óriási. És utána már csak ide kell jönni, aztán, aztán hozni kell a vasútat, és, és, kész, és, kész, és örülnek, hogy vonatozhatnak. Igen. Hát jó. Csak, csak én már szeretnék. mondom, hogy amerikai vasútat szeretnék látni, mert nincs de hogy valami. Ja, akkor most valami az, az amerikai állam. betiltás, most ez a egy, melyik újukba harapjanak? Ma a TikTok mm -hmm. ugye a transzexualitásnak az egyik legnagyobb ilyen. Hát ilyen az ő... ki volt, a kínai ott röhögött, amikor ment a meghallgatásra két álomba tiltották be, vagy valami ilyesmi. Végig közvetített de van, az, tudom, az egyik tulajdonos ezt a cuccot ott rögött a kínai végig, és szurkoltak neki, hogy majd jót fogsz beszélni. Meg minden, igen, fogsz de a TikTok az az amerikai TikTok tele van olyan videóval, hogy ha már, mondtam, kilenc éves vagy, és szomi vagy, akkor vág le a pöcsödet, és akkor ezt Aha. hogyan tudod kikényszeríteni a szüleiden, vagy a szülegyet megkerülve, hogyan tudod levágatni a pöcsödet. Ilyen videó van. Ez nem és ez a fertőzés, ami végigmegy az Egyesült Államokon, az össze egy uh -huh. gyerek tönkre teszi a testét, mielőtt elérné a felnőtt kornak a küszöbét, és tegel elkezdeni élvezni azt, hogy azért igen nem is hogy is ilyen... ezt, azt csinálni. Az ugye ez a TikTokon jön, és ugye ez a demokrata párt meg imádja ezt Igen. a, ezt, ezt a ah, dolgot. Tehát, hogy... Mondjuk ez nem egy új keletű dolog, mert édesapád mesélt nekünk, Indiában van egy olyan szekta, ahol például arra meditálnak, hogy prostituáltak akarnak lenni nők, a férfiak. És akkor addig kerülnek ilyen révetek állapotban, amik bevesznek még valami piát, ami ilyen drogszerű, és akkor egy kertész ólóval levágják közét a brét és akkor életben marad valaki, a bobrost is lesz. Én mindig mondtam apukámnak, hogy én a, kele... a, én keleti kultúrákat bizonyos szinten, tehát ilyen szintű ősanyargatás, amíg önmagukkal csinálják, én boldogan nézem. Tehát hát ez csak ide hozzák, hát most már ide hozzák, meg. Ez kemény probléma. látvány. Tehát Fú, igen. Hát van a... ilyen nem Tehát nincs új a nap alatt. Hát tudod, a bölcsek egyébként megmondják, hogy mindig, nem, nem, nem hogy a, a, Dogen nevű japán zenmester, aki középkorban kialakította a japán zen vonalat, ugye meghatározta, hogy tulajdonképpen nem, hogy a jelenben nem vagy, hanem mindig a múlt van. Mert a, ami már meg, amit tapasztalsz, az már megtörtént. Tehát az ember, ahogy felépül, tulajdonképpen a múlt reprodukálja magát ilyen mutációkkal, minden jelenség volt. Tehát, hogy most levágatják a kukiukat, ez már megtörtént. Tehát a, tehát a történelem lesz, könyvben is meg a volt mindig, motivu, csak újra már a hülyeség. Ez és újra meg fog történni. Igen. Hát egyébként most a, akár a telesoknak az újracsomagolás a gyerekeknek, Igen. de mindig ez vagy a kommunizmus újracsomagolásával is, tehát mind, az. mindig ugyanaz történik meg újra. Viszont... Néhány, néhány, jelenség azért meg tud lepni, tehát legutóbb ez a dagat kvírek, palesztinájak nevezik. <laughs> de a rendőr elbírta, amikor kivitte a kampuszból, azt láttátok? Már nehezen, de elbír. De hogy egyik De nem egy költözik költözik oda. nem, tehát komolyan, tehát volt a Fatty Queers for Palestina. És ott néztem, hogy... Tehát, hogy... Mondom, hogy az a... ilyen sok. Mondom, hát, ideig már nem bírom követni. De el nem Palesztinában, tehát azt, ez jó, jó érzékel eltalálták, hogy egy amerikai kampuszon sok már lehet, hogy azért Gázában egy, egy évvel ezelőtt még nem mentek volna be. -mentek. De most már nincsenek magas házak, most már mehetnek. Hát most már az izraelek lebombázták a magas házakat, hogy mi a biztonságban van. Hát meg tudod, értelmezhetetlen. Tehát egy, egy kövér kvír, az nem marad életbe Gázába. Hát egy, szerintem egy, egy sovány se. Fél, egy, <laughs> egy, egy egy, ez egy kövér amerikai se, tehát nem is kell queernek lenni. És a régi Puzsér előtti fizika szerint a dagat queer, meg a sovány queer ugyanolyan gyorsan esik le a földre a tizedik emeletről, ahonnan kibasszák a tetőről. <gül> <gül> Még a tiktok tartom, hogy mikor először olvastam annak idején a ópiumháborúk történetéről, meg hogy hogyan basztak ki Kínával a nyugatiak, azért azt gondoltam, hogy fú, azért ez iszonyú undorító megoldás volt, de most, hogy Kína a TikTokkal így vág vissza, <laughs> ez egy egész arányos megoldást lett, tűnik. Ez egy elegáns visszavágás. El. De, de hasonlóan rohadt undorító. Úgyhogy hát, ez egy-egy, azt kell mondjam. Tulajdonképpen itt, magad, itt nem kényszerítik rá, itt magad szeded be az utcot, tehát így. De ott ha is, ha visszaértek a Hát, narkofüggőség. Jó. Ez nagyon, nagyon hasonló hát Nem dolog csak visszajöttek vele, de is alakították. Hát, tehát azért. nem a az az történik? Hát, hát, azért tudom. Nem azt kialakították. Hát minden. volt egy komoly piackutatás előzte meg az egészet, mert kíváncsiak voltak, hogy mit lehet eladni Kínának, Kínába, mire van szükség minden a kínai emberekre, és akkor minden nem. van. Csak ugye neki kellett a kínaiaknak az ezüstje, meg a kínai sejem, meg az összes olyan portéka, de hát mit tudnak kínálni érte. Ugye, mert mégiscsak az, hogy pár emberre nem lehet végre egész Kínát, és akkor kitalálták, hogy konkrétan egy piackutatás eredményeként, hogy rá kell szoktatni a kornak a kokiányára, meg herionjára, az ópiumra a kínaiakat, és akkor lesz, meg Indiából beszállítják nekik. Ha végül is, ha megnézed, ugyanaz. És a mai, és a, és a, mai jelenkornak a kokiánya, meg a herionja, az meg a, hát a, a, a kvírség. Igen. A kvírség. Igen. Hát ugye a Ming dinasztia utolsó tagja az állítólag az a kezébe jutatta a Cion bölcseinek a jegyzőkönyve, és nagyon tetszett neki, tehát, hogy Sánkhájba telepített is egy zsidó kolóniát, hogy ezek mennyire értenek az üzletet. Ez ezek ilyenek, ja. hát, a kínai kultúra az kicsit távol van az európai tatárnak, egy pozitív leírás. Na meg az egy kereskedő nép szintén. Hát az, Én, az Áziában igen. ugyanaz. Igen, és akkor lehet, lehet hogy ebből, ebből, azt is megtanulták a kínaiak, hogy a bosszút lehet ezer évekig is Hát ez egy hosszú terv. A sérelmek érlelődnek tőle egyre sejmesebbek. Hát ez egy hosszú terv, de a Tibet tibetieket is, mikor megkérdezik, hogy tudod, most meg vannak szállva, meg azért sok kegyetlenkedés volt, azért ott a, ezek a komoly lámák elmondják ám, hogy ez karmikus, mert volt olyan idő, amikor Tibetből a rablóhadak lementek, és egészen Pekingig végig fosztogatták az egész Kínát. Tehát, hogy azért ott ők is mészároltak, ez oda-vissza pofozzuk egymást. Pedig Ázsiában alig haltak meg emberek a történelm során a háborúban. Nem szoktak. Valaki egy, egy, egy és meg 6 hát ember. van olyan ország, ahol önként ajánlották, tudod? Japánnak Hát igen. meg Tibet, kéne Kína a mohó mm. a mongolok csatolták. Amikor Kínát ugye ah. elfoglalták teljesen, akkor ők bővítették a birodalmukat. Az ebben hát úgy Igen, nem, végzünk. nem fog megállni. Na <that that that> volt már Puzsér, meg már volt Magyar Péter, akkor jönnek együtt ők kettem. Jaj, hártok. Aha, hát Magyar Péter... Én nézted. Nem, nem, de elolvastam, hogy miről szólt. De én, de sem. néztem. Na, akkor egyedül. Erre van, erre van, szükség, nemzetek, hogy, hogy, ez a kettő, kettő fantasztikus lángelme egy megfejtse a jövőt számunkra. most így. már jobb lesz. Egyébként szerintem csalódásért ért a Robit. Tehát ő mást várt. Kapott egy ilyen újra csomagolt Fidesz politikai hozzáállást, tulajdonképpen egy ilyen letisztított valamit ami ahol ott a, az emberek számára megkérdőjelezhető dolgoktól megszabadította a Fidesznek a jelenségét, és azt adta elő. Egy Orbán, Orbántalan Orbán. Hát az Orbánt méltatta tulajdonképpen. Tehát, hogy mutatta a fonákját, de méltatta. Akkor elmagyarázta, hogy egy olyan, az... egy olyan fidesz festett fel, amiben nincsenek ilyen szarházi korábbi Igen. magyar téterek. Igen. Olyat. Értem. Hát az Európai Meglőző. Unióval kapcsolatos politikat, ott a Mosta Robi egy nagyon szép, nagy nyugatrómai birodalmat akar, most ez a legújabb felállás. Nyugatrómai birodalmat akar? Hát ilyen egybe egy ilyen nagy Európai Unió. Nem tudom, hogy hova jár, István ahol intermei, nincs megint hitel. Terület. Nem, nem terület. tudom, nem tud, hogy hova, jár, nem tudom, hova, jár, nem tud, hogy hova jár, mi, Milyen szakra, jó tudom, de hogy tudja, hogy mi lett a nyugat-római birodalommal. Az nem, nem az, érdekes. Az most nem érdekes. Hagyjuk ezt most az Róvannak Majd, e az Rómanak is van múltja, hagyjuk ezt most egység. Jó. Na, egy ilyet takar, és akkor ezzel szemben például a Magyar Péter az elmondott egy csomó épkézláb ellen Tehát nagyon érdekes találkozás volt ez számukra, és rengeteg ilyen rángatózás is volt, meg volt olyan, amit már megfigyeltem, mikor zavarba jön, hogy akkor nem néz a vita partnere, hanem akkor előre a közösség a jó boxoló. Ja, nem. Ingen. Igen. Mint nem a boxoló, amikor ott méri, méricskélik egymást. Igen. Akkor nincs szembenézés. Uh -huh. Majd még végignézem, de sokáig eljutottam, nagyon érdekes volt, mert olyan, tehát nekem az az érdekes, és hogy, hogy, valahogy fölrakták a Robit egy olyan polcra, mint hogyha ő, ő, releváns lenne témákat illetően. Na ezt mondom, hogy tehát ez a kettő ember közül bármelyik mély releváns. Tehát a Puzsér így mit alkotott így a közéletben, hogy ő ilyen hogy ő megmondja, hogy az ország, amit Azt akarod kérdezni, hogy mit tett le az asztalra a Puzsér, ez a Hát életés. modoroskodva így lehet elkezden. De tehát miért kell neki megmondani, hogy mi legyen az országnak a jövőjével? Az, hogy hol és mitől kompetens Értelmiségi. Na, ja, meg... lehet, én amikor itt voltam? Lehet, hogy... oh. Lehet, hogy a legjobb lenne, hogyha olyan emberek beszélnének jövőkről, akik így a saját életüket meg tudják oldani. Hát, meg Például jó sokat. Meg, ha mondod, az mondod? Azt a szülők meg, meg ha az elmúlt tíz évben volt legalább egyetlen egy darab teli találata a jövő mondásban. A politikával kapcsolatban. Akkor a Kirill László is kiesett. De ő fain, Aranyos. Ügyben. Persze. Itt vagyunk. Én nem értem magát. Nem értem. 1460 napig egy hát, Narancsárga az egész ország, én ezt nem értem. <gül> <gül> Pedig 1460 60 napig mindent értett kifoglás, Jó, Hát a, ez igen, tehát a közönkutatók, meg a politikai jellemző két választás között kúrmajok felkészülési meccseket mind is, hozzák, mert akkor életben kéne. Akkor, között. Akkor ilyeneket valahogy, gyártanak. Akkor valahogy amit, kap, amit kapura rúgnak, az mégis szögletre pattan, se érti. Különben bajban vannak így szerintem ott a Péterrel. Mert okay. nagyon akarják szeretni, de közben nehéz. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen meghasollás, hogy ahhoz, amit mond, úgy oda torzítani magukat. Tehát, hogy ez egy gyönyörű példa arról, mikor a koncepcionális gondolkodás kudarcot váltott. Tehát, hogy amikor próbálod torzítani a világot az elképzeléseidhez, és nem jön össze, te és most közeleg a elég de Most elég. azt mondod akkor, hogy az ellenzék baloldal most pont úgy jár, hogy Varga Judit járt. Hát nagyjából. Igen. Nem, elég, Hozzávágnak egy nagy darbot, elég és a elég hátát Csak csinál, az ellenzéknek nem lesz egy rendőr, aki kínvárja és kimentse a picsába. Hát, ott lesznek bezárva a lakásba Péter, aki szó. majd tombol. Elég nagy szórás Robert van. Robert, a... mit csináltál? Nem légy sehova. És Robert ott fog, hogy ne báncs. Ott fog, ott fog. Sérni, az elég nagy szórás van a intézetek. Felmér, hogy azt És utána az, a nagykövetség. De az kiderül, hogy tehát, hogy a Magyar Péter pártjának a népszerűsége, vagy Magyar Péter népszerűsége az ilyen 20 meg 35 között is mértek. A 35 at szerintem ott már nagyon sok pénzt kellett kifizetni annak a mucinak, hogy ezt hazudja. De mondjuk nevezzük 20 százalék. Jó, legyen az, az ellenzéknek mondjuk az a fele, ez az azt jelenti, hogy az ellenzéknek a fele marhára nyitott a Fidesz politikájára, meg a Fidesz ötleteire, csak a Fideszre nem. Igen. De tulajdonképpen mindenben egyetértenek Orbán Viktorral, főleg az ilyen nagy magyar sors kérdésekben, meg európai sors kérdésekben. Csak zavarják a, a magyar Péterek a De A magyar Péter, is magyar Péter megjelenése uh -huh. azt bizonyította be, hogy az ellenzék sokkal kisebb, mint

<laughs> Úgy döntött, hogy aztán hallgatja tovább. <laughs> annyit, annyit hallott a kommunista szót, hogy így beindult, hogy na ezeket a fólizék. Szóval a főnök, főnöktek van az a szövege, hogy a Fidesz-szel azok is jól járnak, akik nem rá szavaznak, ugye? Azért... Kiderült, hogy nem ez csak azért jól járnak, hanem a Fidesz-szel azok is egyetértenek, akik az ellenzékre szavaznak. Hát többek között azért van. Azért ez az az meglepetés. Hát ha belegondolsz, most tudunk, ez egyik leggazdagabb réteg, a leghangosabb ellenzik. Hogy érted ezt? Akik veszik a Pugyér könyveket. Hát meg jó autóval <laughs> járnak. Gondolod, hogy szép éttermekben vannak. Ma azok szegény egyekiek. <laughs> <így. gül> az az igazság. Hogy Tudod, mennyibe kerül a zaba póninak? <laughs> tudom. De? Nem tudom, akinek való. Nem olcsó van veled a műsorban, hogy ismerjük, ő is volt vele. Az a Boros Lajos, az a csávó, azt ki az. Na mi van? Meg még? vagyunk vele? Na, hát meg vagyunk. én, Tudai nekem jó. már sok kapus a... meg a Magyar Péter, hidd Magyar, Magyar Péterné, de... Mi van már megint Magyar annál, hogy Anna, hogyha valaki a fidesz a, a programjára egyet ért, annál van egy fontosabb szakítópróba is Magyar Péter ügyében. Szépe Dobrev Klára. Ú, tényleg, ma. Na. De De Nagyon igen Tehát, hogyha valamit én mindig kiborulok, az a testszégyenítés. Ezt nem viselem el. Egy nőről most kéne leesni Mekkártinak, <laughs> az gondom. Egy nőről életlenség így beszélni. Mit mondod? Hát egy rá? nőről az biztos. Hát, hogy mit mondasz? De rá? szó szerint el lehet mondani. Mit mondott? Rá? Mit, Valaki tudja, mit mondott? tudja, hogy mit mondott? Ambró felkészültek. Az Ambró témája. Elkezdett a Magyar Péter, Mi? hogy hát minden tele van hányva ezekkel a kampányplakátokkal, hogy néz ki a Deák is és különösen hát a Dobrev Klára, hogy néz ki ezen a plakáton, hát a gyerekek megállnak a fejlődésben, ránéznek. Ezt, és ő meg mellette áll. Igen, 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 igen. <laughs> az ennyi. Hát mondjuk, nem szép. Hát egyébként én is hallottam azoktól, akik ismerték, hogy ő ilyen igazi ilyen magyar pszichó, hogy hogy ilyen rohadt, rohadtul azt nézi, hogy minden kitökéletes legyen, és minden izé a legtökéletesebben csillogjon. És Magyar Péter? A egy kártya, névjegy, pontosan, a névjegy kártya, pontosan, látni le, le. Magyar Péter ilyen? Igen, tehát én enyhém Ki hitte volna a vasalt ingyérőt? egy kicsit erősebben is, igen. Hát az a tompa egy hang színen való igen. beszélt kevés a, az, gesztus. Igen, meg az a, hogy mondjam, az az ért, érzelmi intelligencia teljes hiánya. Tehát a, nekem is, akik ismerőseim végignézték, és ugye a rendvédelemben meg az igazságszolgáltatásban dolgoznak, azok megdöbbentek azon, hogy ez állítólag ügyvéd, hát nem, nem lennének a védelem Engem kellett volna választani a miniszterasszonynak. Hát erről én nagyon jó. Így, égen, sajnos. Nagyon jól ellettünk lettünk volna. De, én olyan, én, olyan, én olyan videóval még lettünk Én volna. olyan csöndesen eldolgoztam volna valamelyik itt elintézeté, és semmi baj vagy. nem lett volna. És mikor mondták volna, hogy most kirúgunk, igen, mennyi lesz mennyi a végkielégítés? Köszönöm. De most Csak még... Jaj, ne! Na, Na azt az a kutya szóval Nőkről nem szabad még beszélni, de az a lényeg, hogy régebben, amikor itt a védték a várat az ostromlókkal szemben, az akkor hát például Igen. ők is, akkor kitettek ilyen dobokat, és a dobra így, mint a puskaport, vagy apró ilyen hmm. kis szögeket, vagy nem tudom, én kis golyókat szórtak és mert, hogyha az elkezdett így remegni, akkor tudták, hogy ásnak. Na, hogyha ezt most megcsináljuk, otthon kint van egy ilyen, rajta van a sörét a dobon, és, sejtem, és akkor átad, lesz, hogy elkezd így remegni, kérek. akkor lehet tudni, a környéken a Doblevkár kampányon jött kampányolni. Ezért van ez a dübörgés, nem alagutatásnak az oszmánok. De Most itt mondtuk, hogy az ellenzék, a ellenzéknek a fele az igazából ilyen Fideszre töknyitott szellemiségű egyénekből áll, akkor most, ha még ez a maradék ellenzék is ketté szakad azon, hogy a szépe vagy nem, akkor tényleg mi lesz velük? Vádoljuk meg őket, hogy igazából kripto Orbánisták. Most ez egyébként azt csináljátok, amit így a Titanic, hogy bomlott szét a víz alatt, mit tudom én, 1700 méterre. Most ezt animáljátok, nem tök mindegy, az meg, hogy hány darabra szakadt. Tehát már nem van a picsában, annak vége van. Tehát az a már nem fog csinálni, hullok, hullik darabjaira is. Hát az nem hullott darabja mert ez jó, meg volt építve. Az van nem, hogy egy évben be. Az a nem, hogy igazából inkább az, hogy vannak ellenzéki gondolkodások, csak annyira lebutult az egész, hogy már nekik az is jó, hogyha én, igazából az Orbának azt kéne kitalálni, hogy elindul maga ellen, és akkor csinál hát egy, egy, nem lesz a egy mozgalmat csinál, ahol szídja magát, és akkor végén megnyeri magával szembe a választás, mert ezeknek már az is jó, hogyha, hogyha ő szídja magát. Hát a Magyar Péter ezeket mondta, akkor már félig ez történik tulajdonképpen. Hát Igazából ez? Erről van szó. De én már, amikor volt az a nagy tüntetés, ott is tulajdonképpen a, a Fidesz programját mondta. Bár most hogy így fölmúlt? Kurva nagy ilyen meghasolás lehet, leszik, lehet ezt hallgatni. Hát a Veselény utcába biztos szar, de hát nem. Mert, kell ott mert lakni. onnan hát. mennek leginkább hát az a Nem közösége. elég, nem komoly istenek lenni, annak hát, sem kell, nem látszani. is kell ott lakni. Így van. Abszolút egyetértek. Na, utolsó, Na, utolsó magyar kell, Péter ugye, jön. Ég, Igen, magyar. Ne, ne, egy, 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 utolsó, aztán most akkor egy blogban rendezzük. Aztán a mennyiség után csak minőségbe. Kijött a rendőrségi jegyzőkönyv. Na. Láttátok? Nem, sajnos. Én láttam. Hát Mi csak csinált? így, ez én azt a... nem értem egyébként, hogy a, Látkozom. hogy a magyar Péternek ez a új barátja, illetve, illetve is párja, igen. Az így hogy nem vesz észre a hogy mekkora kurva nagy redflag. Ja, megvan. Istenem, most jön ez az, az izé, hogy úristen, a nő, de nem most akkor te Hát, hogy az, az elején nem tehát az az azért tanácsat tehát adni. Bizonyos ha nem bizonyos nőknek mind ez mindegy. vonzó. Jó, e... a az elején Igen. jó. Figyelj, hát, hát, ő ő így, csak, ha, csak ha valaki az előzőt így az ország, nyilvánosság előtt rendezi akkor azért úgy Laci, lehetne látni. tudod, mi a venni, hogy a barátnének a vezeték neve? Mi? Fogel. Ja, bocsánat. Kit, neveznek még Fogelnek? A madár. Pannone ne fog Nem, őt. a magyar férfi vízilabda válogatott a kapusát. annak a lánynak van egy kurva nagy darab és erős bátyja, és ha valami probléma Fogó lesz, akkor meg. majd ő intézkedik. Fogásom szóval a bátyja, csajnak. Igen. Hát, a akkor a Magyar Péter helyébe visszafognám magam, mert ez a, az a gyerek azért az, az kivédi, öt sz... métereseket kivédi, kivéd, bazd meg. A a meg olyan pofontat. Hát azt, azt, nem is mondom, akkor a pofontat. De... Igen. Tízből, tehát, mit tudom én, három, öt méteres, az kifejele azért. Tehát a, valószínűleg, valószínűleg azért. odafigyel a kisugára, tehát és is mondom, találkoztak a kis hölgyel, akkor szépen ugorjásan meghajoltak, kezét csókolommal köszöntök, hát, semmi pimaszkodás, hatalmas nagy darab bátyja van. Talán én meg tudom magam védeni ellene, de mondjuk a Magyar Péterben már nem vagyok biztos. E, én inkább meghúzom hát te, magam. a biztos nem te, megyek. te köcsög vagy, de gyáva. Akkor viszont addig, addig járnak, amíg a csaj akarja. Hát legalábbis Magyar Péter helyi. És ki az, kell engedni. Azért nem akarok akar nem akarlak itt kiadasztani. Ha fogja levelni, vagy ha hívják, el akar menni, akkor Na, el fog el menni. menni. Tehát a, Na, akkor el van menni. itt A jegyzőkönyvben azért ott a rendőrökkel se nagyon foglalkozott ez a barom. Tehát, nem? Nem, tehát azért én értem, hogy van ilyen helyzet, amikor akár jogosan is annyira be van dulladva valaki a feleségére, hogy a tüvöltözés itt meg majdnem tetlegesség. De nem, egy nem mindig pártod de az Van, ember. hogy azért Te is, te is balhéztál már életedbe, de ha egy rendőr állt a túlodon, akkor lehet, hogy azért átgondolod. jótok kérdezem. Az ember azért nem biztos, hogy egy rendőrautót fog megelőzni. Már én akkor azt kell mondanom, az... hogy hagyjuk ezt most öcsém mindenkinek. Hát a saját maga ellenség azért nem voltál soha. Már van néha az ember olyan állapotban, hogy átkopog, igen. hogy vezessen már föl egészen a, a detoxikálóig. Valószínűleg a kokián azért lehet, hogy <gül> <gül> némi szerepet de, játszott. De, de a pártot? Nem. Volt pártom azért meg, egyébként, azért de azért most, fíjt, időben. most, most e, vonták vissza a pártom engedélyét, Mafia párt, az volt Én a nem neve, nem. Magyar Fiatal Mondták, hogy ez már foglalt. Már Az nem, iszonba. ez van, Mafia Csod, párt. Nem. Nekem kilépett, mondta. mikor elnök lett, ki kell párt. Azt mondtad, hogy jó, ez a párt, csak a dópán nem kéne belemenni, mert a dópán nélkül itt De te már elnök vagy egyébként, nem? Köztársasági elnök vagy. Az, 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 államfő. Nem lehet pártag. Állam, egyszer a magyar hogy meg akart izéni, Pucsolni, Ajaj, de egyszer akartak ki. Most választott. itt van neked is a kegyelmi botrány. Megkegyelmezték Pucsolni. <hállam> Akkor te vagy a kopasszar. Hálam, fő vagy. <hállam> Nos, szóval ebből a jegyzőkönyvből olyan dolgok Opa, az buddhista, geci. A transzfaszomat nem engedősz. De meg hogy... van. Mondom, Ilyen erőszakos Szóval ebből a jegyzőkönyvből az derül ki, hogy Na. ölték egymást ott a feleségében, az hát. üvöltözés, és ha összerakjuk az elemeket, hogy a, fölmondta a Fidesz politikát a Puzsérral szemben a Magyar hát. Péter, plusz az a jegyzőkönyv kijött, amiből az derül ki, hogy az egész, amit mivel az egy ilyen személyes bosszú. Hát ezek után azért észre lehetne venni, hogy akkor ez a dolog miről szól. Mert Na most már mert ezt, ezt csak, csak személyes bosszú, kizárólt. Tehát a fickó olyanokat mondta hmm. a, a veszekedés közben a feleségének, hogy óriási botrán csinálok, ez az az évszázad vállása. Oh. Kihívja az RTL klubot, élőzni fogja a Facebookon a veszekedést. A legjobb. Hát az Ver... Orbán biztos így. Miért nem a TikTokon a Akkor az, az is fenyeget, hogy fölhívja az összes befolyásos ismerősét, azok azok lehetnek, akik az asztal körül mind több pénzt kerestek, mint ő. Ezek egyébként. a befolyásos ismerősök most itt vannak magával a szobában, tehát. Tehát ő, roh... ő meg sértődve, ezért lejáratja saját magát. Tehát Így ez van. Kicsit a a volt, a de tényleg, a hát de itt van, Figyelj, szó szerint üvöltés, azt mondja, hogy mikor ültött a rendőrnek is vagy testőrnek, hogy Te is menjél, szóval. menjél, menjél a... Képzeld, hogy egy nem egy rendőre, az <laughs> meg egy testőrrel üvöltözöl, hogy <laughs> mész, oda mész a, a, a támpod, <laughs> oda akarsz menni, a testőr így jelzi finoman, hogy nem mész oda, <laughs> és te lehetsz. Hát azért, az meg értem, hogy boxolsz, de az egy testőr. És akkor azt ég, mondja, ég. hogy maga meg mit szól bele, semmi közöd az egészhez, menjen a lakásomból. Nem megy el? Nem megy el. Óriási botrány lesz, amitől, amiről maga is tehet. Az egész kormány megmutatom. Hát, ez az vállása az ország botránya. Ha évesen ilyet csinált, akkor azért. Láttál, azért hát, hát azért nem, de hogy ránéztél úgy, hogy azért összefoglaltam hát Figyelj, magát. én ennél értelmesebb volt, Én kaptam most, nem? Jó, Én, de én azért Nem bánom, hogy kaptam meg, de hogy ennél értelmesebb volt ennél a csávónál. van még? Nem, sokkal. Hát azért mondom, hogy ezért nem meg lehet szépen. értetni a gyerekkel. A lányom egy is, született metafizikus. Igen, tehát, hogy az egy kislányom nem... <laughs> fekete alapon volt, fehér a világ, <laughs> meg nem tudom, fehér fekete alapon fekete Úgy tudja, betűkkel. hogy a Schwarz az, ami átfonja az univerzumot. De ez a csávó még csak 40 éves, tehát még nem jött rá le az, de hogy De elkapta őt. Tehát, hogy egyébként amivel szembe beszél, meg a, adján, miről beszél a befolyásos ismerőseiről. hát amikor beszél, hogy ültem egy asztalnál, az Orbán Viktor ült erre, a Gulyás Gergely, arra is ne tudjátok még mi hangzott az asztalnál. Hát, hogy Tehát, fenyegetőzött a befolyásos igen. ismerőseivel, ez olyan, mint amikor anno a 90-es években ültél egy asztalnál, és akkor valaki mondta, hogy ismerem a Tasnádi Peti bácsit, a szét lesz baszva, meg minden Volt ilyen, sokszor hivatkoztak emberek nevekre. Na most ő kb. ugyanígy hivatkozik, hogy na majd intézem az Orbán, hogy megbuktatom az Orbánt. Hát, körülbelül Ő a barátom. Hát, a, barát, a, hogy... a Gergőt, igen. Valamit, és a Magad rendszerbe. ellen. De és azért akkor... most nagy lépéseket tett így a felnőtté válás felé ez a fiatal ember, hiszen hogyha minden jól alakul itt a, az LP-ben, megszerzi az első melódát, amit saját erejéből érte. Jó, és akkor ki onnan a két okos hölgyet. Én ezt adnám, hogy... Figyeljetek, beszéltük? lehet, hogy ő a közönséges bűnözőkből a Kaiser szó. <laughs> hát <gül> nem lehet, ilyen mitikus, mitikus. Új, akár, nem tudod. Azt is üvöltötte, hogy nem viheted magaddal a gyerekeket, majd megvánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Kik? Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrány csinál. A befolyásos a barátaim elintézik. Tehát valakit, valakit, egy párt alapításig elvisz egy szintisztán csak is személyes bosszú vágy. De már elkapta szerintem. Most, Most már. Jó, ja, meg a legszebb, legszebb, hogy azért is fenyegette a feleségét, hogy tönkedeszi a politikai karrierjét. Az, 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 az a rossz hogy még első nem, mert, 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 mert a tette neki tönkre, nem pedig ő. Igen, Tehát még első jött össze. De, de kép, képzeld, amikor belépő is a elvált férfiaknak a önsegítő klubjába, és akkor na, új tagunk van Péter, láthatod, hogy előbb István megvallotta, hogy neki annyira rosszul sikerült a házassága, hogy Verőlegényeket küldött a volt feleségének az új élettársára, és akkor Péter nem itt szeretné elmondani, hogyan alakult a vállásod. Hát én pártot alapítottam. Megvan még a csupaszpisztolból a magányosok klubja? Az <laughs> volt, <kert tőle> volt <laughs> Na, a volt, a De, de kőmel -e lehet, hogy meg, megmentette a varga Juditot. Az valószínűleg. Azt Mert Most egy kicsit Igen. ezzel hátrébb tudják húzni, és aztán majd visszahozzák, mikor. Igen, azért most az a Varga Üdít, hogy mondjam, most nem ez jut eszedbe róla, hogy ő volt a kegyelmi botány egyik ne. részevője, hanem most ő az, aki, aki hát, Igen. hogy mondjam, abuzált vele. Hát, Még lehet bazalt. Lehet. Csak, csak, akar, csak akarni, akar, akarni és megképződik. De lehet, hogy most egy pár évig azt fog tényleg. Én drukkolok neki, hogy jó, hát a focit nem is Akkor. Hát a focit azt nem, mert abban tényleg tehetséges. Tehát mb 1 lehet, hogy még egy férfi csapatba is befejlődik. Hát olyan trugatta bemutatkozó. Hát a szerintem végül. a Honvédnak azért rúgnak volt. Anyád adnám. <laughs> Nincs egy bajom. Nem, kap, nem kaptatok ki -e a hétvégén? Igen, az a Magyar Péter, az elég jó a Jákobra emlékezted engem. Bocs, Jákob. Tehát ilyen csupa indulat. Ő is kérdez? Nem, ilyen csupa indulat, agresszív kis falat, akivel így, így, tombol a, a, a dű meg a bosszú vágy, és így nemrég még volt neki családja három gyerekkel, most meg van helyette egy mozgalma. Hmm. Hát meg az a, hát meg a, foggál, az a Azért a Magyar Péter jobban járt. Jó, a szinten, bumbul, igen. igen. Több százaléka is van, mint a Jákobnak. A, a Jákob annyit nyert, hogy a bkv nem kell beéletet legyen, mert családtakként kap a feleség után. Meg gyalog viszi a hangfalat. Igen. <hállítanak> Ugyanez a kép jutott eszembe, és mi, mi, volt, mi, volt, a szöveg, miközben ott húrcigálja a buliládát. Persze. Az volt, hogy valaki Legyobb. nem csak beszél, hanem cselekszik is. Tehát hogy a beszéd az az, tehát először a cselekvés, hogy oda húzta a buliládát, Igen. majd utána beszél. Imádom. Tehát nem csak beszél, hanem cselekszik is. Jó, egyébként ebbe a magyar Péternek ebbe a cucca, ebbe rengeteg lé van. Hát látszik ebbe az valaki ímpadokon. annyi pénzt tesz. Hát a, az, a, az a, fellépés, a, a, koncert, ahol olyan nagyon sokan voltak, legutoljára figyeltétek azt a halszem optikát, ami valahol a galaxis határáról vett a tüntető tömöget, meg azok a drónok, érted? Tehát a csillagok háborújában van ilyen minőségű HD közvetítés. Ha lesz a majd lézersó késő. is, remélem. Meg a izé koncert után galambokat eregettek az égbe. Omega-nak a lézerfelszerelését, de, de most pont visszajön erőből szerzi kérdező első kérdező munkáját meg akár egy jó pénzt is fog keresni az idő, meg. Őt kapott egy kis támogatást. Hát most tehát lehet, hogy amit ő majd a LP-be keresni fog, annak így a 70%-a nem az ővé, mert azt vissza kell majd fizetni annak, aki jó, de most belefektetett. Te is államilag finanszírozott képzésekbe vettél részt. Tehát ez most igaz. Most nagy nagy Péter is utólag megkapja ezt. Valamilyen állam által finanszírozott. Bár nem öreg, egy egyetemre csak kiöregedett egy picit, 40, 40 nem tudom hány évesen. Bárcsak én lettem volna a miniszterasszony Mennyien voltunk így, de hát. Pedig én a 80-ban nőttem föl, én tudom, hogy kell viselkedni egy nővel, aki nagyon ügyesen keresi a pozíciókat. Mondd el egyébként, hogy nem a 12-ben nőttem fel. A... Valószínűleg itt nem találkoztatok. Ó, mondták volna, Laci, ott egy hivatal. Havi 5 jó lesz, netto. Na, tehát egy normális embert nem, nem, nem frusztrál azt, Mit hogy kell szóval... csinálni? Aláírni? Mit? Bármit. Jó, Én, de Most mennyi ember hitel nélkül de hát maradna. Ezt, a ezt a szerencsétlen, meg ezt a És nem lenne azt, hitel. Hogy... Na, a Puzsér miatt hát? a legjobban, legjobban nem lenne hitel. Na, de a Magyar Pétert meg frusztrálta az, hogy a foci az mennyire sikeresen áll. Tehát azóta tényleg még a mai napig nem tudta ezt Tehát ránézze, árad egy, belül a kis van egy csajod, De van egy csajod, aki elintézi ezeket a egy folytába utazik, mondanám, mikor mész drágám, vinnem ki karba a reptére, már hívnám a gácsikat, hogy gyertek, rendeljetek be egy hármas, meg hát, oké, okay, jó, Sztigrip, így... stigrip, 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 érted, három-négy napos bulika, jön az eltéltest, az asszony, tisztítók úra, és, és csá, mi van, baby, mit főzhetek reggelire? omlett, De, lehet, hogy a test. úgy menni. Hát, ja. men, mennél kérül a reptérre, szádban egy szál vörös rózsával a térdel. Ne itt kézlád. Hát mondom, nem Megkérném a kezét egy a nap. A Júci okosabb, és az estőt itt hagyná, hogy nézz, hogy mi nagyon ez hamar meg. Akkor kidobna házába, hogy Itt hagyja a testőt, jó, akkor négy győtre. Jusson a testőrnek Hadd Hadrángasson, az is, érted? Nem kell a fillérbaszás, mi neki is jusson. Persze, Előbb már volt szó a Momentumnak a fantasztikus okos hölgyeiről, úgyhogy van egy ilyen hírünk, hogy az, az életmentő műtét után stabil állapotban van a kislány, akit hatodikos osztálytársa hétfőn szívtájkon szúrt egy bőnyi általános iskolában. Van. A késerésre Donát Anna a Momentum elnöke is reagált, kiemelve, hogy a tragédiáért az összeomló magyar iskolarendszer és a kormánya felelős. Jézus. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy a, hogy a Marian Kozma haláláért a, az összeomló magyar szórakoz, szórakozó helyhálózat felelős, de még a... meg se halt a csaj, mert éltek, jól van már, jobban. Vagy van. akkor a tragédiáért, és a, a, a szögi... Lajos. Lajos. Szögi, Lajos. Lajos haláláért pedig az hogy a közúthálózat a felelős. Hát meg mert Orbán. az úton, az úton ölték, az meg, út, úgyhogy nem nem az úgyhogy akkor az felelős, érte. Hát, hát most figyelj, a Donát Anna bajban ez... van, a Magyar Péter elszívta a szavazóit. Tehát és ezeket, a fog, Anna ezeket, most... a, ezeket a gondolatokat, meg észkapacitásokat fogjuk elveszíteni a Magyar Péter. Donát Anna most egy gyerekkel, a, most frissen született gyerekkel, most keresett munkát, hogyha a Magyar Péter bemegy a ja. érezhetően most ő kapkod, és, és, megragad minden alkalmat, amit csak tud. Ha akkor úgy fog járni, de a feleségem a világjárvány kitörésekor. Ha pont akkor rúgták ki őt. Aha. a Donáton és a Fidesznél dolgozik. De nem lehet, hogy beiratkoztak valami érvelés technikai szemináriumra, és az volt ennek, hogy bármilyen dolog történik, hmm. közd össze Orbánnal, hogy az ő hibája. De különben de, de ez nem a... veszik hogy ettől tartanak ott, ahol most vannak? Nem. Tehát nem. most már sok-sok éve a ide ideg összeomlás szerint táncolnak, annyira ki vannak készülve attól. szerintem az nem... a ah, Vagy igen, most jól a... fel akartam lenni, és így nem, nem esik le nekik, hogy amiatt tartanak hmm. itt, hogy ennyire ostobák. Hát de a gyerekiskola, tehát a gyerekek iskolai erőszakossága ilyen módon fegyvere, ez most nem akarok megint ilyen beomló nyugatról beszélni, de ez egy tipikus amerikai magatartás. De ott nincs hitel és nincs iskolai erőszak, nem adj már jelet. <laughs> hogy, hogy, hogy ez és igazából, és te ez, te. ez ugye terjed ez a fajta a, a saját maga és mások felé forduló erőszak a fiataloknak a körébe. Nagyon agresszív a társadalom különben. Tehát érdekes mód, mikor a 90-es években ilyen mafia világ volt itt Magyarországon, az meg máshol nem szüntek is. Szüntek igen. Rend volt. Úgy, úgy az emberek ah, tudták magukat tájolni. Tehát aki erős volt, az tudta, hogy erős, aki gyengébb, az meg abba volt ügyes, amiben ő nem akart erős lenni. De most mindenki agresszív, a beszélgetés is agresszív, a kommunikáció folyamatos szemétkedés, és ez előbb-utóbb ez kimegy a cselekvésnek a szintjére is, is. Téged meg a családodat is. Igen. Pontosan. A másik is. A másik széle az meg, hogy mindenki áldozat. Ugyanezzel Tehát Mindenki agresszív állat, meg áldozat. Hát az áldozatiság nevébe lehet elkövetni a másikkal a dehumanizálást. De most akkor az iskolaőrség az nem a fasizmus előszobája, hanem mégis szükség van rá, hogy valaki ezeket a kezelhetetlen kölyköket mederbe tartsa. Hát De nem nekünk maga... volt felünk egyébként, akinek intéztünk hitelt, iskolaőr, és azt mondta, hogy nagyon keményen szükség van erre. Én ráadásul úgy egyébként hozzáteszem, hogy miért ezt valami fasiszta intézménynek állítanak be, az iskola őrnek egyébként nagyon szűkösek az eszközei arra, hogy rendet tudjon tenni. Még sokkolója sincs? Hát nem, az nincsen. Tehát ott nagyon nehéz az, hogy egyáltalán hozzányúlhassanak gyerekhez meg. Ez ugyanaz, mint amikor más téma, hogy arról beszélnek, hogy elveszik a munkaerőt a magyarok elől a ázsiai munkaerővel. És akkor pont van ismerősünk, akik vietnámi éttermet üzemeltetnek, és akkor e, most két vietnámi szakácsot hoztak be vokkolni. Melyik az, mert Na, az a az vietnám, van. TikTokon megyünk. van a srác, nagyon nagy forma. Szeretjük egyébként. a wok konyhát. És, e, <gül> <gül> Következő kérdésem, ami... hogy kaphat-e ingyen kaját az ambrózimra? Szerintem megoldják. Ha, és az a lényeg, hogy két és fél évet kellett várniuk, hogy bejöhessenek dolgozni, mert egyébként olyan patika mérlegen mérik, hogy hány ázsia jöhet be melózni, tehát csak körülés esetén engednek be. Meg polizát. mennyi időre gondolom. Tehát, hogy ez azért nem úgy van, ahogy elmondják, hogy ide beömlesztik vödörből a filipinókat, meg minden. Szóval Ki van a számolva, hogy pont. Hát nincs teljes mértékben az igazság elmondva. De jó, ez politikai eszköz, tehát most. Csak ez az, amikor a való élettel találkozik a kommunikáció. Na, mit bűvészkedsz? Keresítem a telefon témát. Nem, pont hívtak, letettem a telefont. Na, Brüsszeli... Addig én megnézem, írta Brüsszeli... a transz. Brüsszeli natkon letiltás vagy betiltása, nem betiltása, és megjelent egy ilyen kommentár ezzel kapcsolatban egy pár nappal később, hogy a, a rendőrök olyan indoklással álltak elő, hogy a natkon nézetei nem csupán etikailag konzervatívak, de ellenségesek az abortusz, az azonos neműek házasságának legalizálásával szemben, és a Nemzeti Szuverenitás Pártján állnak. Iszonyú. Tehát ez és ez, ez maga, maga a barna első. Tehát akkor ez most terrorizmusnak van minősítve? Tehát gyakorlatilag ezek, tehát ha te, ha te etikailag konzervatív vagy, abortusz ellenes vagy, azonos neműek házasság ellen vagy, és a Nemzeti Szuverenitás pártján állsz, akkor igazából egy, egy a... veszélyes terrorista vagy, tehát... amit be kell tiltani. Tehát a csodálatos Nyugat-Európában ezek már illegitim gondolatoknak számítanak, amit be kell tiltani. De az az újdonság, hogy hát így nyíltan kimondják, hogy ez, ez, ez illegitim, veszélyes, terrorizmus, akkor ezt. Tehát ez már érv a betiltására valami. Most volt a Szávin és a Löpen. Meg ja. tudták a Puzsértól a buszai rendőrök is. Kibaszott az a Nyugat-Európa. Igen. A világ legjobb helye. Nem csoda, hogy elmenni a hatodik kerületig. Hát, sőt, talán nem is kell. Ott is nyugat európa E ennek az már jó pár éve nyilvánvaló volt, ez a sokat emlegetett példánk, amikor Nyugat-Európában, meg talán Olaszországban, vagy Bolonyában betiltották a karácsonykor a karácsonyfa állítást, mert hogy a sérti a Mohamedánoknak az érzékenységét. Miközben a párhuzamos... Volt lehet, hogy ott is sok helyen volt. Miközben párhuzamos sír, hogy Dubajba kiállították a világ legnagyobb karácsonyfaját karácsonykor. Hát persze. Mert a Dubajban nyilván nincsenek Mohamedánok, meg nincsenek érzékenységek. Há, ott ő... nem érzékenyek. Ott, ott kommunisták nincsenek. Kommunisták, nincsen. kommunisták meg kvírek azok nincsenek, nincsenek, Akik erre igazán érzékenyek. Hát ez a, most a Németországban, Hamburgban ez a csodálatos kis tüntetés, amikor a kalifátus azonnali bevezetését követelték, mert most már két hete Németországban ilyenek is igényeik vannak. Az <síl> most már lesz nem sokára Hamburgból. Írják sok helyütt, hogy az biztatta fel ezt a muszlim interaktív, vagy nekem semmi hasonló megnevezésű kis társaságot, hogy a soros ngo a profiljában most kiemelt helyet foglal el, hogy ők fellépjenek az állítólagos muszlim ellenességgel szemben. A kedvenc transzparensen volt, hogy ilyen táblákat lengetnek, hogy az volt ráírva németül, hogy a muszlimok nem hallgatnak. Tehát, eddig, hát tehát, tehát eddig, hallgattak, eddig, eddig, eddig hallgattak, bírták, tűrtek, visszafogtam magukat, és most azt mondják, hogy most már ebből elég volt ennyi, ezt nem lehet itt tovább, most már megszólalunk. Igen, tehát ezek a sérelmek megérkeztek az ott a pályaudvarra, és akkor a Refugees Welcome táblákat tartották meg hozzájuk azt a gyerekjátékokat, azt még tűrték, de most, hogy már öt, évig, öt éven keresztül itt a németek pénzen ott hereveréstek és még egy ezért, hogy két forintért nem hajoltak, hanem mindent a segjük alá tettek, most már nagyon elegük van a németeknek. Egyébként az... hozzáteszem, azt tudjátok, hogy ebből a bevándorlásból ezek a magországok marha jók keresnek. Tehát, hogy például volt Span, aki kindolgozott menekültáborba. És akkor úgy volt, hogy mikor jöttek ezek a formák, akkor mindig nézték, hogy eh, ki az, akit lehet szocializálni, tehát magasabb végzettségű, stb., őt elvitték egyfajta programba, beilleszteni a társadalomba, a többiek mentek a menekültáborba. táborba. És akkor volt az úgy, hogy... ide hozzánk. Hát igen, meg amit, ahogy jött, hát ha kétkezi munkát csinálnak. És akkor, eh, akkor volt úgy, hogy azt hiszem Kaptak valami fejenként 100 eurót, vagy ilyesmi, akik a táborba voltak. Plusz, hogyha baba volt a nőnek a pociába, akkor azután is kapott 100 eurót. Ezzel azt állított, hogy a németek rámpán válogatják, hogy. Hát, egy hát egyrészt porus, azt nem. csinálják, másrészt azt, hogy ugye az Jó, európai, európai költségvetésből kivesznek iszonyú pénzt azt a, migránsokra, nem a És akkor utána ezt visszaosztanak valamennyit a migránsnak, és akkor ők meg elteszik a többit. De ha na, belegondolsz. Sopni, na, várj, az... Tudod, miért de van... Akkor nem az országok keresnek az, hanem az országokban az egy korrupt réteg. Hát Bár de... nyugaton amúgy nincs korrupció, ezt tudjuk. Az nem szabad. De... 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 80 év múlva csinálnak egy de, filmet. De ha belegondolsz. De valakinek a lista egy olyan kis izé piros ruhás néger kislány, annak ellenére ment a táborba, hogy szobatisztának ha, volt ide ide Most te. őszintén, de meg Várján lehet érteni őket is. Tehát de, át, átjött, tégedim, de figyelj, átjönnek a sivatagon. Átjön a hánykolódó tengeren. Bejön. Tehát azért férfi, férfi, a nő, nő, stb. Életképes egyedek. Mar Maradjunk egybe, és akkor oda hozzá egy ilyen kvírendőr, rendőr, és megkéri, hogy viselkedj rendesen, oda jön hát a kellemes öreveg, kis igen. ember, pucold a WC-met, stb. Tudod, első körben még örül, jaj, de jó, pucolhatom, de hát nézi, hogy ilyenek, és akkor ez ilyen Tony Montana effektus, hogy hát nem, mennek ennek érted, aki nekem lenne a bohócom. Tehát, hogy ugye itt lesz ez a probléma. Inkább szájába. Hát pontosan. A nem transzfaszom. <laughs> Én, én leragadtam, a a németek, leragadtam a németeknél, meg a sok Egyébként pénznél. jó vallás a ők is leragadtak ott. Nem rossz vallás. Én, én abból akarok, mert, mert nekünk vannak ilyen családi. Nem tudom, hogy a tedétszüleid pénze hol van, de szerintem ott van az is. Németeknél? Erre elég jó esély van. Oda vitték az aranyhal, aranyhal, meg a nem tudom. A likőrrel A, a likör formájába, is én ezt vissza akarom. Én még életemben azt vissza szeretném kapni. Összevesztek azt... a Robi, meg a magyar Péter a belgákon. A belgákon. Nincs egy kis belgák. Mind vesztek össze. azon, hogy ugye Kongóval mit csináltak Kongóval. a belgák. Ez a semmi. Magyar Péter kiállt, semmi, csak kiállt, és Kongóért. és hogy minden belgának Visszadjok? van arany otthon. Visszaadja a rokat? Hát azokat már szerintem késő. Nem, nem. és a ne, szerint ez a... nem történt meg, hogy hagyjuk ezt. Ne, most nem, ő azt mondta, hogy szörnyűbek voltak az oroszok, mint a belgák Kongóban. Az oroszok szörnyűbbek voltak a Kongóban, mint a belgák. Hát nem, Robi. Nálunk? Nálunk. Megvannak a kezek. Tehát Hú, igen. Szerintem örömünk lenne abban, hogyha a germánok most akarnák kifizetni a tartozásaikat. Tehát Nekem őket, mindegy, őket, csak őket ismerve, ismerve 8-10 transport rögtön nem, átküldenék. Ide, van, működik. Ez az értékes ez nem van, egy, bizottsági szakemberünk, majd ő mondja, hogy mi, milyen formában de De emberáról akarnak fizetni. Hát, de ez, ezt ő mondja meg, hogy mi a törlesztést, azt ők, ők mondták meg a háború, most majd van, meg. tehát itt van a szakember, 50 -50 vele lehet tárgyalni. érméket nem fogadunk el. Őt, őt nem fogják átvenni, de őért értehez. Menjünk tovább, és most már nem akarok több magyar Pétert, nem. se németet. De nekem az, 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 az így most így. Az a reformátusok. Hogyha... Azok a muzulmánok ne. egyébként a reformátusok. Engem. Képzeljétek el. Hogy. De eh, a ne, néztem, néztem, néztem. De belégy, nem fön. azért, hogy az első református vallás. Mert amikor az arabok ott a 6. század körül kirajzottak tudod, és elkezdték elfoglaltak ott mindent, meg minden. egy filmben néztem, hogy. Na, keresték, puzir, puzir, vissza, puzir van. Igen, keresték vissza egy vallás tudósot, kutatta az iszlámnak a, a gyökereit. És a. Amikor az arabok megalakították az arab birodalmat, akkor nincs nyoma Mohamednek. Se pénzérmény, se, se leírás, semmi. És hogy amikor már az arab ö, birodalom az nagyjából keményen zajlott, akkor Csináltak neki vallást. Tehát egy kreált vallás, megnézték a zsidó-keresztény hitvitákat, és ami abba tré volt, azokat kigyomlálták belőle. Tehát tulajdonképpen az első református vallásnak mondható. Nem ne mond semmit. Nyugodtan. Nem tudom, akinek valahol Majd átküldöm neki. neki mondtam akkor, hogy a. De ez már ilyen, egy-két éve van neki, hogy a, a muzulmán az a zsidónak a potestánsa. Hát van benne ilyen. Lehet egy egy sikeres üzleti vállalkozás. De majd nem is. tudom, ismered de ezt átküldöm neked, ezt nézd meg. Érdekes volt nagyon. Egy komoly elismert szakpolitikai de, csináltam, de Vissza mindenki az. Vissza a Puzsérhoz. Tehát, hogyha azt mondja Magyar Péter, hogy hát, amit a belgák csináltak, nem két Puzsér. Hogy amit a belgák a belgár... a csináltak Kongóba, az, az valóban igazán szörnyű. Nincsenek is belgák, nem is ők csináltak. Akkor a király. A király. Tehát, amit Igen. a lipót csináltatott. Konguma az igazán szörnyű. Mert tudod, ez olyan, mint és, és a, a, a... a baranyjának a köztéri szobrai, tehát vissza lehet ragasztani azokat <laughs> a kezeket. És akkor erre a Puzsir azt reagálja, <laughs> hogy és erre az, az a a reakciója, hogy, hogy jó, de az oroszok? akkor Igen, is. az. Hát ez volt a hártó. Hát ez, ez ugye, most nem akarok ilyen öncélú pszichológizálásba menni, de ugye láttad, hogy a vonal meg a Puzsir azok pszichologizálni fogják egész Magyarországot most. Ilyen van, is lesz? Május 11, aztán valami ott van, nézzétek meg. ott. Nem, de most Vesz, az egész, egészben az a, az a fura, hogy mindig azt hallgatjuk a baloldaltól, hogy, a, hogy, nem... a, hogy, bármit kritizál a baloldal most a mostani kormányzatban, nem, akkor azzal vár vissza a, jobb oldal, hogy miért a gyurcsány alatt jobb volt. És akkor ez, ez tényleg ennek a évnek a legitimitása az, hogy megkérdőjelezhető, de akkor a Puzsér tök ugyanezt csinálja az oroszok viszonylatában. De bármilyen szörnyűség az, hogy a jó, de az oroszok azok még. A baj inkább. igaza van, hogy itt, itt, rosszabb volt a oroszoktól szenvedni, mint a belgáktól, mert a belgák nem itt voltak, de speciál így. Ugyanezt csinálják egyébként az atlantisták, tehát a kicsit a jeszi is atlantista, de mondjuk az <coughs> ungárpeti is, tehát hogy így Hát hagyjuk Amerikának így a, rossz dolgait, mert azok, azok messze vannak, meg minket nem érdekelnek. Mert Mondjuk azt, egy... nagy pozitívum, hogyha valami messze van. Igen, leszúrnánk igen. egy körzőt így Budapest közepére, így tennénk vele egy kört, és akkor mi mindegy ilyen három kilométeres körön belül élt, nőttünk fel így a Ungár a Jessivel, meg velem, és akkor mi persze leszarjuk, hogy Peruban mi van, de hát Peruban meg azt szarják le, hogy itt az oroszok mit csináltak, mert őket ez nem érdekli. Ott hát a Hát igen, meg a világnak van rétegeltsége. Tehát a... Dexter című sorozatban mondja, nem tudom, ismeritek-e? Van, van, van benne egy jó gondolat, amikor azt mondja Dexter, hogy mindenkivel szívesen beszélgetek, aki az igazságot keresi, de aki tudja, attól rettegek. Ez a puzsér. Tehát az, az egy veszélyes flótás, aki az igazságot tudja, azt mondja. És aki üvölti? Ráadásul, hát az meg. Ráadásul hányat?

Az a fontosabb dolgunk kire. van. Nem, ez, mert... ez az a is, hogy a Jóda gyúcsánja alatt nektek te jobb. Hát jó, de ez Jócsonyi a, a gyurcsány jobb lenne. A kimondta, hogy a csintalan az a én beszélek. Na? De hagyjuk ezt a csöcsém is rendszeresen felmerült így. A... Tudod, tehát most én mindig azt próbálom így a Sanyi bácsinak így a arányaiba viszonyítani, hogy a Rudolf tudod, ott egyedül ült a börtönbe évig. Hagyjuk azt És hát akkor hát most így mondták, mondták, mondták volna hogy a Rudolf Hestor átkozódik, hogy ezek a kurva nyugat németeket milyen jó Németországot csináltunk, és azért valaki mondaná, hogy hát azért meg se volt az olyan jó, meg mintha most egy kicsit jobb lenne, és akkor sorolná a Rudolf hogy mit csináltak az éve, és akkor a Rudolf ott magába borult mondaná, hogy hagyjuk ezt most öcsém, most, most én nem beszélek, ez... most ez nem számít. Neked is most... van múltat. Neked is van múltat. Tehát valahogy a Sanyi bácsi az ilyen, hogy így mondják neki, hogy csak kiszökült az a párvagon olaj, mert az a gőzmalom csak megprivatizálódott ott, volt és akkor nem a annyira akar ezekkel jó. Nem emlékszem, hogy jó volt az De ez, ez szorod, egy, ez egy de ilyen módszer ott, ez, ezekbe a körökbe, hogy mikor olyat mondanak, amire Igen. nincs válasz, akkor nem is válaszolnak. Most a lányommal vagyok. Ez a vaj. De, de innen az azt mondja Puzsér, azt Puzsér, leg, azt mondja a vagy azt mondja Puzsér az legközelebb, a téma azt mondja, legközelebb hogy, 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 Orbán, akkor az a legitim válasz, hogy jó, de a gyújtsány még sokkal és akkor ezt el kell fogadni, hogyha Egyébként. egy picit is következetes, bár hát nyilván nem az. Hát, Egyébként a gyurcsányát tényleg szarabb. Hát én nem csak, meg, Még csak, még a csak nem az únni kell hozzá. Hitelek nem dőltek be ilyen számban. Én nem ismerjük el. Amúgy abba is. Focink kicsi, is kicsit jobb volt. Na. <laughs> Kevesebb de... embert tettek tönkre az, hogy lakást tudtak venni hitelre. Meg spóroltak a fizetésük mellett, az albérletben. Meg korrigatok, hogy ezt elvették a lakást. Nagyon olcsó volt az albi. <laughs> de, de ha már oroszok, akkor tekerjünk el, nagyon izgalmas híre, hogy most a Gazprom miatt feljelentették. Na az, 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 az országot. Jön. Tehát ez, ja a, két istene, tyuk, ez a két buta a két buta a Donát Annuska, meg a Csekatka utolsó perceit, és azzal tölti, Brüsszelben, hmm. hogy akkor na még egy feljelentés megmutatják. Ez de ezt nem ők csinálták. Jelent. Hogy... De ezt ők, csinálták. csinálták persze, de ez az UEFA-nál így... ment a fejelentés nem pedig a nem valami bíróságon. Oda is ők mentek, mert Brüsszelben mindenkinek elküldték a feljelentést, hogy micsoda el, elviselhetetlen dolgok történtek Magyarországon, hogy egy orosz cég támogat egy magyar futballklubot. De hát Hú, nincs hát is szankcionálva ez, a De gálás. az nem számít itt morálban. Mert hogy most a Fradi felnyalja azt a pénzt a Gazpromtól, ebből a putyi rakétákat fog venni. Ö, hogyan? Nem tudom. csak csekat Egyébként megint visszatértünk a Majd a, táljához, a segít. akkor ott vagyunk, hogy az akkor, mindig akkor lemondunk a Gazpromról, és akkor az a az a megfelelő válasz, hogy akkor szerzünk egy, mit tudom én, Exxon mobil, és akkor ide befektetnek egy másfélszer akkor össze, lett, mint a Gazprom befektetett volna, és veszünk rajta egy gyorsabb négert. De aki nem vettek egy Donárt Annát, meg egy Csehkatkát, aki feljelent. Hát hol? De hol, de hol Tehát hol, ez, ez van. nekik a versenyképes ajánlatuk, a feljelentés. Megy a feljelentés. Én különben arra kíváncsi találkozunk a bíróságon. Például Londonban, mert hogy onnan például az orosz oligarchákat, azokat eltávolították hát, mert teljesen, mert, ott, a, ott, mert ott, ott nagyon sok orosz pénz a van. futballból az a, a Abramovicsnak ki kellett számolni. Azóta az szal is egy ide, hogy azért szerintem laknak ott még oroszok. Tehát kell ott legyen még orosz pénz. Én, én el tudom képzelni, hogy nem mentem minden orosz de különben ez, ebből látszik, különben, hogy teljes tévképzet van ebbe, a, ebbe az ellenzéki gondolkodásba, mert így azon dolgoznak, hogy hogy kúrják el a választást. Tehát, hogy hogy ne nyerjek. Tehát, hát ez az, amikor, mert ugye van egy törvény, úgy ez, a le, ezt a mafiában is de. így csinálják, hogy benne elrendezzük a dolgainkat, de kifelé a várat nem gyengítjük. Na most... De ez nem az ő váruk. Hát nem. Az a de szabadság, benne laknak. Van. Őket... Hát már valahogy bejöttek a váratok. Ők ezt a várat ostromolják, nem az ővék. Belülről. Az a legkeményebb. Hát Csak hogyha nézed nagyobb. a közönséget, akkor lehet látni, hogy ilyen nem nagyon fogsz tudni nyerni. Nem jó eszköz. Nem is nem, nem is fognak nem. És le is fogják a követedést, a közönség rossz. Igen. Le kéne cserélni. A közönség nem. az buta, proli, büdös, fogatlan, Trágyával tetett gomba, meg mi minden volt. Vagy meg hát kéne ez... nevelni őket influencer. Ez mind-mind Azért, vele, azért van. van egy Magyarországon egy 6-8 szavazó polgár, akit le rendkívül lelkesít az a gondolat, hogy a németek kirabolnak minket, meg hogy a az NGO-k ellopnak 900 milliót az amúgy nem arra szánt uniós források közül, csak hát ugye csekatka meg Donát annak kiburiszta, hogy azok a civil szervezeteknek jusson. Ugye a civil szervezetek hmm. nyilván nem a kutyamentők voltak, meg a nem tudom én a gyermekétkeztető alapítvány, hanem a Transparency igen, meg a Dagad Buzik palesztináért kérdező <laughs> társaság. Tehát ezek a civil szervezetek. Most már a, tudom, a... milyen alapítványt kell a... Csinálni. Tehát a Fidesz lenyújja az uniós pénzeket, de azért Donát Annák csak elintéztek 900 milliót ezeknek a tetveknek. Hát ez kell. Hát, erre van ilyen 6-8 százalékot, mondta annyi? Erre annyit fogékony Aha, szóval ember, aki, ország... aki hát felizgat ez a gondolat, hogy Szerin... akkor kirabolják az országot. Szerintem ennyi, ennyi ember az... 44-ben is volt, akit ezt felizgatott. ugye, ah, ah, Úgyhogy ez, ez egy ilyen állandó réteg, akinek a létével meg kell, az, az, a... az országot. Ti vagytok történelme jobban járatosak, de ez még például a Rákóczi szabadság hát akkor Ez egy hati, jelenség volt, hogy ja. voltak csomóan, akik inkább a Habsburgokat szerették. Ja, az egy, kicsit, kicsit bonyolultabb volt, bonyolulta a akkor Na, akkor, de a reformátusozás. Nem, ez, ez, ez pont nem vallási Akkor belemondjuk a muszlimokat. Hát, hogy az nem, nem, de nem, de, mert de, mert de, hogy valami herceg de, volt az Nem voltak annyira egyértelmű érszázadok, mint a tök, se volt éppen egy pozitív hős. Értem, de most nem is úgy mondom a rákocit, csak hogy... Hiszen protestás volt. Nehéz Nehéz ügy, nehéz ügy. Van, van, vannak de... olyan történelmi korszakaink, egyszerűen nincsenek olyan pozitív aki akikkel feltétlenül tudnánk azonosulni. Meg, meg a részigasságok részigas... vannak, és akkor az, Igen. És nem Amint a rákóczira érted? Értem? Igen. Ar. Arra is. Ja, de ezt mondom, hogy ez valami herceg volt ott a Bécsi udvarban, és először volt valami lázadás, amit elszaladt Bécsbe, és azt mondta, nem én voltam. És akkor volt valami alkó, hogy a törököket kiverik tompánál, vagy ilyesmi, és akkor abban nem vett részt a, Habsburgok, igen, és erre jött a berágás. Nem, a Rákóczi nem volt, látszólag volt ilyen uh, császárpárt, igazából soha nem volt az. Tehát azért ez, ez egy ennél bonyolultabb. Igen, na, ez de elején. hogy az elején így taktikázott, hogy elment elnézést kérni, és utána megilletteből per pont. Hát ott az taktikázás volt. Na, de ott, de akkor de ott, de ott, az ott, a... ott a... amiatt, hogy szervezkedik mert ugye igen, a... mert ők mert ezt ott a, nála volt igen, a nemeseket össze, a de az, hogy a Rákóczi sértve érezték nem kapták vissza a földeket. De hogy, hogy ott ki oldal az egy ilyen nem fekete-fehér sztori, viszont 44-ben, mikor a németek minket kiraboltak, az elég egyértelmű. Az egy csuka szürke sztori. Az egy csuka szürke sztori, pontosan a szürke 50 árnyalata. Az ott elég egyértelmű hát, az volt, hogy... ott is, ott sem voltak a pozitív oldalon. Tehát hát nem, ott sem Hát igen, pozitív oldalon, seggfejekkel vagyunk körülvéve. Hát ott sem volt pozitív oldal, de az, hogy a mert onnantól kezdve, hogy fegyverbarátunk, barátunként, amit művelt a magyar katonákkal a, a, már a fronton is kint, az se volt egy szép, Olyan, szép dolog. És akkor még utána itt, hogy az egész országot lerabolja úgy, ahogy csinálta, ez egy fekete-fehér sztori, hogy minket totálisan kiraboltak, és volt egy ilyen nem tudom hány százaléknyi ember, de megtalálták a maguk emberét, a németeket, odarakták, rakták pozíciókba, polgármesternek, ispánnak, csendőrfölönnek, bármi ilyesminek. Voltak bár akik akkor a WSMME-hez jártak vacsorára, és Igen. akkor megbeszélték, hogy hogyan lehetne a társadalmat jobban a, a nemzetüszöctést ESZP-k irányában hogy lehetne tenni. A, a modern, progresszív, európai áramlatokhoz közelebb hozni a magyar társadalmat. Szarhászi kollaborások. Igen, ez a pontos a, megnevezés. Annyi stimmel a párhuzam, hogy ők is kb. annyit kaptak díjazástól a... <laughs> harmadik birodalom, most a csekkatkáik, meg a presszpektől. Tehát a ilyen simogatás, tíme. hogy én a magasabb rendű ember téged ember számla vesztek, és egy kis kacsintás, meg egy Rubik kocka, gyere rakki, egyszerűen <gül> állítottam. <gül> és, és van, aki elkezdi a farkát csóván, és maga, maga hogy fűn, Ebbe jel. is összevesztek, képzeld el a hártokba. Ó, <laughs> <laughs> is mondta neki a fiatalember, hogy hát nehogy azt itt, hogy az unió a két szép szemünkért szeret minket, meg hogy azt hiszed, hogy érdekli őket a jogállam, meg egyáltalán a demokrácia. Tehát egyébként olyanokat mondott neki, amit nem lehetett jó hallgatni, főleg szerelmesként. Elképzelhető, hogy tényleg egy ilyen fideszes mestertel, és a Tóni kitalálta a tökéletes ellenzéki falovat. Ezek egy... a hülyék bevitték maguk közé, és most ontja így e a fideszes fideszes öm, igaz Nézzétek meg, e, meg, meg Ezek, is jó. Ott, jó. ezek ott és, bennedek, és erődjük be, hogy igen. a Fidesz ostromolja őket, és már 10, 14 éve egy remény Belülről. sincsen, és hirtelen eltűntek a fideszes erők, és ott van egy faló. <síns> <síns> Ú, de, mi ezt, be, mi baj történhetne belőle. Tehát hova az elkép és púlságot a karmalitában. Tehát így szóltak, hogy Antoánikus, tehát lenne szükségünk, meg kéne fizetni két felszopó fiút, hogy bemutassa a magyar Péterünket a köznek, és azt mondja, hogy hát, fillet nem adok, ott van a rangos Kati, meg a Puzsér. Hát a falu, az bejött, a, a, bejött a falu az angoloknak is. Előtte még hülyézte őket a francia, aztán utána egyszer csak nézett. Szegény Puzsér, most meg ha így a, így a Európai Uniónak a idője odadől mellette Popper Péter mellé. Az is megvan a story, nem? Az, mi bajuk a, mi a, a, a Pesti srácoknak, Popper Péterrel, így ilyen Aki, cikket, aki védte a pártközpontot, fegyelőt felhagyva. Igen, lehet, hát nem volt a 5. kerületi párházban, azt onnan lőtt ki a forradalom. Már mi bajuk lehetne a Pesti srácoknak ezzel de jó, de, szent Jó, de hát olyan, olyan különleges pszichológus okay, volt. Én bírtam különleges. Hát okay. jó, az oké, okay, csak tudod, ilyen, ilyen, voltak ilyen dolgai, mint kiderült, volt hogy, voltja. hogy a 60-as években a hogyan kell a rendszer ellenes fiatalokat kihallgatni. Hogyan kell a rendszeres és ezt a, ezt mezőgábor megírta a popperről, tehát a mezőgábor egy falszapú zsért szerint. Igen, és miért azt a pesti srácokhoz, hogy megírta, hogy. Igen, a popper Péter miért a, a másik a pártháznak a másik oldalán fogta a fegyvert. Végül egy téma aztán, ezért lépni kell még hozzá a kedvencünk, jöjjön, hogy hát ugye előkerültek a orosz tankok. Ne egy legyen, mert én még raktam be is, azt szeretném legalább röviden. Na jó, a tankok. Tankok. Tehát már többen észrevették, hogy azok az adatok, amit a, amire a nyugati média hivatkozva megírta, hogy az oroszok mindenből is kifogytak, sőt, tehát a tankok esetében konkrétan, tehát ilyen mínusz 3 tanknál állt. Nem, 1300 volt. Mínusz 1300? Tehát van egy Orix nevű oldal. Volt már csak. Nem, megszűnt. a point, van egy Orix nevű oldal, azon vezették dokumentálva, hogy milyen veszteségeik vannak az oroszoknak, aztán még az ukránoknak is, de hogy azért többen mondták, mint szakemberek, többek között a kasztal is jelezte, de hát más szakemberek is mondták nyugatról, hogy hát azért ez az oldal nem biztos, hogy mindenben tökéletes, mert elképzelhető, hogy egy, egy roncsot azt azért el lehet adni több tagnak, mert fotózott, meg átfestült a számot, meg a tököm tudja, akkor esetleg meg tudod azt oldani, hogy többnek né, látszódjon. Jó, de akik ezt mondták, az mind a rossz propagandisták. ezen a, ezen a, szóma, a rossz haderő, már mínusz, mínusz, nem tudom milyen, ez ezer pára tankig eljutott, majd kiderült, hogy az Orix került mínuszba, mert az Orix így eltűnt, vagy hát nem most nem üzemel még az Orix, mennyire, és nézzük meg, hogy van-e Orix. Nem amúgy már tavaly október óta nem frissítették. Ez a akció, a... ez valahogy úgy el... Orix.com. Azt hiszem, hogy .com, igen. Tehát most már el is tűnt, de az mondjuk, hogy tavaly október óta már nem is frissítették az adataikat, tehát amikor a Rácz András idén márciusban is még az Orixra hivatkozott, mint a legmegbízhatóbb információforrás. Akkor nem vette észre, a legutolsó frissítés, ez tavaly október. Igen, tehát a, a mussolini a voltak ilyen trükkjei, hogy felvette a, a, a és akkor meg Németországból is néztek, hogy fú, meg, hát azért itt... Ez, ez az, ez az a... oda, hogy what happened. Igen. Még így Németországból is néztek, hogy azért egy oroszok, így, olaszok megizmosodtak el, mert ez rengeteg, rengeteg tankjuk van, meg mindenjuk és hát ugye azért valamelyik élesebb szemű kiszúgott, hogy Hát azért itt nagyon gyanús ismétlődések vannak, hogy a torony szám az, idő után ismétlődik. És hát az történt, hogy ment rengeteg tank, befordultak a mellékutcába, vagy ugye itt vették őket, befordultak, és akkor újra, újra, újra mentek, mentek, mentek. Hát és a, akkor ezt a nácik is megcsinálták. Ez, a, a, ez egy régi, régi trükk. A fákjás felvonulást hát nyomták, igen. akkor is a, ott körintek a rejszták körül. Igen, de hogy hát nem volt ezeknek 5000 ilyen tagjuk, csak volt 300, és ezt eladták soknak. Ez, Tehát ez hát ugye régi. a konkrétan. is Nem, csak a 10 szemlénél átverésként, tehát ők konkrétan magukat is átverték, neki volt az a zseniális ötlen, amikor szóltak neki, hogy, hogy hát három hadosztály nem lesz elég Görögországhoz, akkor mondták, hogy jó, hát akkor a három hadosztályból csináljunk hat hadosztály, tehát nem négy dandár van egy hadosztályban, legyen csak kettő, és akkor már hat hadosztályunk van. És akkor így néztek rá, de Na jó. <laughs> nem vitatkozunk. Ez a... be van vitatkozunk a dúcsével. Hát van. a Führer is azért átvágta magát a perviti igen, hatására. Igen, egy kicsit azért egy idő A vitamin után. egy idő után dolgoztak keményen. Mikor már könyörögtek Paul Lucék, hogy hadd menjünk már ki ebből a az, az, az nem, az Nehát nem Az, nem, minden, az, az igaz, ő ő nem, az mindent. Az ő elfogadta a kinevezését, mert ugye még nem volt tábornok, csak azért nevezte ki tábornok, mert német tábornok nem adja meg magát. A Rundstedt könyörögött, ez a Ja, igen, egy idő után a de... Sper feladta, és akkor mondta, hogy ő csinálta, amit gondol, de hogy a fűrére nem lehet é. szót érteni. És, meg. és akkor megérkezett a tábor, vagy megérkezett a távirat, hogy mostantól tábornok vagy, és akkor mondta, hogy de jó, akkor nem kell megadnom magam. Mert a hősi volt a egy ilyen híres, az éjjjj, vagy nyugati front volt, és volt egy ilyen híres, kurva hosszú táviratot küldött, vagy nem tudom milyen levelet, hogy részletesen tök ilyen nagyon értett hozzá, hogy hát azért egy rohadt szaktekintő volt, meg Úrva részletesen elemezte, hogy itt, 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 itt mi van, rohadt, meg, szar, összeomlik minden, és akkor valami hülye ott a földiszálláson visszaírt, hogy és akkor ebből milyen következtetés kéne levonni, hogy mivel menjek be a fűrelet, és akkor ennyit vissza, hogy marhák, békét kell kérni. Ezután rúgták ki, hogy akkor most menjen, de aztán megint visszavették. Há, mert lecsé. tépett a fűrelet. Hát, akkor igen, fűrel, ez így nem lehet bemenni, hogy békét kell kérni, mert mikor épp, jó, épp. Jó, Igen, agyon lövet meg, tehát nem az a... Nem az a... De a... Mert az fura, nem? Hogy én nekem, hogy vannak ezek a hadseregek, és mindenki, minden ország, minden hadseregéről az utolsó momentumig tudja, hogy hány ember van benne, milyen fegyvere van. Hogy, hogy senki hát, ö... nem tud titóba tartani semmit, az nekem azért ezeket, fura. ezeket meg lehet becsülni általában, csak hogy ezek mondjuk milyen minőségűek, az már inkább kevésbé. Meg ez a propaganda része volt. Tehát az orix azért szűnt meg, mert a globalisták rájöttek arra, hogy kétfajta propagandát kell legyártani, és a győzelmi propaganda, amikor máborban vannak az ukránok, mert megint megsemmisítettek 1700 Az a permutint felszálló ága. Igen, Azt az ukránok felé kell nyomni, Akkor hogy kapar az lépjenek, lépjenek be. az Az biztos. Mert nagyon, mert, mint a csavarúzóval. Ugye úz. Kiev főterén ott vannak a nagy, hatalmas nagy hogy légy Már része, a a De felénk, Nyugat-Európa felé, meg az Egyesült Államok felé, meg a, meg a borús propagandát kell nyomni. Az a, vannak, a és legyaló. Akkor, igen, hogy meg, az meg, az, amikor tudod, a a a pénz. Mikor nézed otthon a fitness versenyt, és egy kicsi pöcörődet rángatod rá két napig. Az, az, az oriz, olyan nap Az el annyira a számokat, hogy ráhivatkozva valami nagyon fontos újság. Ezt a Kasszler írta is, hogy mely, melyik újság írta, meg talán a Guardian. Annak még van honlapja? Azt elnök, hát reméljük. a Tehát a Onyx számaiból, Onyx számaiból, az Onyx számaiból a Guardian megfejtette, hogy elképzelhető, hogy az ukránoknak több tankjuk van, mint a háború elején. És akkor erre tudod... Ez azért már nem pervitin, ez, már, ez ilyen kombó, ez már speedball egyébként. Igen, és akkor erre mit mond Jones tiszteletes nevad a külső, hogy jó, hát akkor nem kell nekik több ebben szállítani, ha ilyen jól állnak. És akkor megfejtették, hogy nem működik, hogyha felénk ennyit hazudnak, meg ilyen győzelmi jelentéseket, és most átestünk a ló De most akkor Orix Csiván így hús felszívódott? Hagyjuk ezt, hogy sosem, volt Orix. Nem. mert ugye az ra egy folyton hivatkoztak a sajtó, hogy az Orix ezt meg azt írta. Az egy étterem volt, félreértetted, ez nem, nem kell ezzel. meg azt hittem óra Igen, bármi. Bármi csak nem. Azt meg úgy olvastam másfél évig a haladó sajtót, hogy elhittem az Orixnak a megállapítás, hogy az újságírók tovább és ez nem is az, aminek látszik. Nem, tanuljál rugalmas a ugye Rácz András professzor úr. Na, ő mondta, aztán nagyon rugalmasan, rugalmasan saját múltjától nagyon rugalmasan. elmondta, hogy ez a tavalyi nagy tavaszi nyári ellentámadás, hogy hát voltak elemzők, Sose akik, elhitték, igen, Hogy, ez lesz. Elhitték, hogy van esélyük. De ő tudta. Hát voltak ellenzők. Hát az a baj ezzel, hogy ez, ez működhetett 1944 be hogy most te visszamentél volna 44 novemberébe, mit tudom én, Kárszú hogy te szeretnél akkor a könyvtárba bemenni, és a két évvel ezelőtti fölkísérbe obaktereket kéred, hogy akkor elolvasnád, hogy Mit írt az ugyanaz az újságíró, de szerintem a helyi gestapós az kipofozott volna téged az ablakon, hogy a kurva anyádban mész vissza a frontra, és itt meg nem annyira működik ez, hogy nem. mi fölmegyünk, és a két évvel ezelőtti posztok azok azért megvannak még. Tehát az internet már csak ilyen. Internet, az kegyetlen dolog. Hogy, hát én az... tudom, hát nekem olyan Orbán ellenes posztjaimat hoztak. <coughs> <a különle> Rúgsz a fejüket. Azért. Megbaszom <tos> őket. <tos> Szóval ez, ez, a probléma ezzel. De, De ez még a dokkoló. tengeri malacot is. Azt is. A, még let... a tengeri malac anyja. A Puzsai letévet karjá vagyom veled őket. Én le. Na akkor mi van még? Akkor van még, két, van, még egy két, van még egy-két. Ugye van ez a Puzsai. Van még egy puszét én is hoztam. A vonával? Van már előbb mondtad. Megfejtik, a, megfejtik Magyarország. Mi, mi volt? Pszichó? Milyen nyavajáját fejtik meg? Hát pszichológizálnak. De hogy van, konkrétan szoció, mi a faszát? A magyar lélek szociálpatológiája. Buzsér te... Robert és Vona Gábor beszélt szociálpatológiáról. Képzeld el, hogy a... ez a két orvosi eset. Igen, tehát a helyi és a Ámbó Jimmy összeül, hogy hogyan kerüljük el a fejsérüléseket. Költ Kobi előszavával, igen. Mogyó kérdése. Ezek hát... már olyan beszélgetések, amiket a Franco 90-es évek végén, a 2000-es évek elején koronita After. Mikor már vége a korona, harmadik, negyedik nap egy lakásba ültök, megkoszosodva, mosdatlanul, hegyekbe áll a Motyó, és beszéltek a szociopatól. Az a baj, hogy a igazság. Ez, ez az igazság. Reburi. Reburi. Ez az igazság. Mert az igazság. Mert az igazság. Mert az igazság. Mert az igazság. Ez az igazság. Az az igazság. Az a az igazság. Az az igazság. Az az igazság. Az az igazság. az és utána vissza a koróba, mehet előre. Kuzsérem, hogy ebből is könyvet csinált, mert a szakácskönyve, az gondzó szakácskönyv, az ilyen. Tudom, szor, bennült, a, bennült a mosatlan edények közt, ott ott meg, úgyhogy ez egy, ez egy kurva üzletemben éppként a Puzsér. Na Nagyon. Nagyon. Vései felelően ügyes lenne, mint Csak a Puzsír, az, lenne. Fölémézti fölémézti a, a modell. Hát ez, ez nem az tehát én problémám, én csak a, pénzt a nézem nem. most. Tehát nekem csak a pénz kell a véséből, semmi más, úgyhogy. Figyelj, egyébként ajánlom. Neked az érzelmek semmit nem számítanak. Ajánlom egyébként, hogy buddhista gyakorlatnak a Bikkés és Laca, az... az <laughs> Te Kártel tagod? Hát Bikkés és Laca. Én 20, én 20 éve ismerem. <laughs> Big Daddy helyett Bikkés. Hát én 20 éve ismerem, és legalább egy évet vártam rá az alatt. Tehát, ha akarsz igazi buddhista gyakorlatot, <laughs> akkor nem apuzsér hát, az anyáddal. <laughs> beszélj meg vele egy talit. Beszélj meg vele egy tény óckó. Találkoztuk, és akkor addig van egy másfél órát gondolkodni az életemben, hogy <laughs> miért nem ideges a gondolatot levő dolgokra. <laughs> és ezt túlél, akkor tehát a hosszú életed lesz, és bölcs lesz Ez, a román, a, ez, év a, ez van, a román malév, ez ki? A román malév, képzeld, megmentik a román malévot, azt én tettem be, mert én úgy emlékszem, hogy mikor szült meg a malév, 12-be, 12-be. Vagy 11. 12-be volt az már szerintem. És akkor az arra, az hivat, első arra hivatkozva, igen, hogy azt nem szabad állni a pénzekkel kitömni, megmenteni, tömé. mert hogy ez egy, ez egy, életképtelen cég, és azoknak pusztulniuk kell az ilyen mert állami, gazdaság van. légi cégeknek, és azóta, azóta csak a Lufthansa-t, azt hiszem az Air France-ot, meg most a Taromot is Engedélyezték, hogy állami pénzekkel megmentsék. az A COVID, után, ez ja, a COVID után már igen. úgy út már Már rezidenciát kell építeni, most már ellenállóvá kell tenni a gazdaságunkat. Meg a a kínai gazdasága az az a szemben is. Gazdasága szemben is. Igen. Nem szabad kínai gyűjtésnek a De nem biztos, hogy ez Biztos, út. hogy jó járnak igen. ezzel, hogy most én is drukkolomorista hogy... gazdaságot építenek. Drukkolok, hogy akkor románok legalább ráfizessenek egy kurva nagy összeget, és na, Biztos, hogy rá fognak baszni. De majd a portfólió megírta, hogy most már. Már Annyira kurvára gazdagok lettek a románok, hogy érthetetlen, hogy miért nincs nekik az angol vécéjük. Tehát tényleg... tök érdekes, hogy ezt a kommunizmust ilyen káosz által akarják létrehozni. Nehéz lesz, mert annyira paradox az egész. Hát, Tehát az, az eg... általában egy másik rendszer szokott kinülni, attól tartok. Igen, hogy... csak a, már elszabadult a pokol ezekkel a platformokkal, meg, meg a cégekkel, meg minden. Ez szóval az nehéz lesz, ezt Ezek megcsinálni kézzet, hogy ideológiai alapokkal. 25 alapot. éve visszamennél, és mondanád, hogy a, a káosz, a, az amerikai kommunisták teremtésével egyedül a kínai kapitalisták fognak megmenteni. Azt hiszem, hogy azért lehet, hogy a puzsérbelé A akkor most kicsit pihenj le itt, és akkor... Igen, meg baratvájuk le a ilyen, 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 ilyen kérdés az már a valóság lettünk. De majd közben a kvírek, azok együtt a palesztinokkal, az zsidók ellen. Már hát, a Euróban mi A dagat kvírek. Különben ne történjen ilyen, de filmbe megnézném, tehát, hogy mikor jutunk el odáig, hogy olyan terrorakció van, amit ilyen, ilyen formák követnek el. Szenved Mert az, az, az olyan, hozzá. amikor így hangosan röhögsz, miközben meghalsz. Tudod. De ezek, 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 az, ezek a Hát egy igen. ilyen transzok támadás hát, vagy. volt, volt, lelőnek, és lelőnek, és ők, hogy a... így kell meghalnom. A tavaly már volt egy ilyen. igen, a, a súlyban. De, de be az is, az is az volt évek évek az évek, A 70-es évek NSK-jában végig ilyenek. Egyébként igen, mert ott is volt. Tehát ilyen büdös lábú, mozdatlan hippik ott robbangattak. Hát figyelj, a transz prostik a vesztenbe is verekednek keményen. Az de egymással, nem? Egymással is, az olyan, persze. Manus Gágyik ütik egymást. Az az, most... egymást. az, az volt? <laughs> De ez van. Na, menjetek, azt nézzétek. Lehet, hogy a kaja szinten. Fény, én most már betározok fizetni. pisztáciát, mindig legyen nálam, <laughs> esetleg belebotlok egy ilyenbe. Lennek is üzleti érzéke, felfújhatók akkor felfújható, ilyen felfújható kanapé. Meg de hat, mi, mint mi, a kokas alakon. Mert azt tudja, vagy. hogy a transzok azok szinte mindig prostig is egy útszal, figyelj, ezt, azt nagyon tudom, hogy szomorú, vagy szomorú ilyet mondani, mert a most ezért berágnak a melegek, de azért melegek, mert más hőfokon égnek. Tehát ugye ez a lelki folyamatokra is igaz, és ezért nagy tűzön égnek, én nagyok az indulatok. Ezért ilyen nyugodt a presszmán. hát a nőkkel. A nőkkel megnyugtatja magát. Nem, ő, ő belül Lángol. Figyelj, aznak olyan a bajgatós feje van, egyen meg a szívét, az rendesen lehet. Ah, hát így, én nem tudom, de ilyen arcukat meg a 40-es évek Mondjuk óta aki, nem rajzoltak a német hát a, az a, Hát a hókuszpók. De hát A hókuszpók azért, ez egy gyanús. Csak pont küldték az, az, az ide, a figura, az nem. ezért küldték ide, hogy kormányzati szinten kiváltsanak egy ilyen reflexet. tehát a hókuszpókra ránézve, az nem biztos, hogy akkor rajzolták a 80-as évben, az lehet, egy korábbi figura, csak még hát megmaradt és felhasználták. azóta hogy ilyeneket nem mertek ilyen arcokat, és most így futószalagon kapjuk a presztment, meg nem tudom kit. Na, ugyan azt, menjünk a picsára. Menjünk. Jó, jó a pénz? Hát éppen, éppen hogy. Na, éppen, éppen hogy. Éppen, hogy. Tehát mi a cél? Ma... Sok pénzt akar. Sok, 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 Lakást, sok pénzt házat akar építeni. Kéne valamit hazudni, valami jótékonyságot. Hogy mondjuk nem, támogatok azért, azért egy nem. alapítványt. Magunkat is. Támogat. A Pásunkat támogatjuk. A Vései Házáért alapítványnak Az kell. Jó. A... Meleg vízre. A bevá bevándorló <gül> <gül> hátterő túlt másik irányba író zselléreket. Izé, Fat quiz for Vései háza. Ennyi. Ezt megalapítjuk, és <laughs> arra, arra, jönne. arra a Della. <laughs> Mi leszünk a kuratóriumba is. Na, ugye küldjetek sok-sok pénzt nekünk. Ha megadja, jön víz, vissza jövő héten? Hát ez csak az új, hát hogy a elég pénzt. Ki tudjuk, hogy fizetni a kerozint. Mert ha van, nem, de nem, de nem az lesz, az akkor ember. inkább marad az ópium mezők. <laughs> Azt megjön, de a szlovák bódi. <laughs> De akár tudunk hozni Ádámot is, hogyha nagyon... Na, nagyon, nem nem Az mondjuk egy zseniális pénzügyi szemfényvesztési az. csalás volt az Ádámot egyszer meghívni, mert utána megszaporodtak az utalások, csak hogy még egyszer igen, ne jöjjön. két havonta el kéne lőnünk igen, igen. igen, Én olyan lúzer vagyok képzett, hogy én mondtam az Ádámnak, hogy gyere Ádám, természetesen megkapod a pénzt annak, aki itt van, tehát akkor a, aki ugye nem jön a helyedre, annak megkapod a pénzét. Ez a kígyizé. Hát egy, egy műsorra nem adjuk oda, bazd meg. Nem, nem, nem. Egy műsorra nem jár pénz. Nem, az meg, hát jó. És akkor rádem is mondta, hogy nem. Hát azért jellemző. De most hogy... megmutassam a szabályzatot. Ami azért jellemző, hogy kinek az ősi a szabály. Úgy a és ki él, a... -ja. nem. Bocsánat, de ez a szabály. Hát jó. Okay. Mindjárt megírom. Jó. Ez most már kezdő lenni, mint a kutyaszolítóban. Az elejétől egy dolláron siattuk. Úgy tényleg, nekünk kell Én, én vele értettem egyet, tehát neki elvei van. Úgy Na. Minden idők egyik legnagyobb beszélgetés. Jó, nem, már csak nekünk. az a jobb, a Michael Medze megkínozza a rendőrt. Nem akarok tudni semmit. Hallod? Csak jól meg foglak kínozni. Az egy milyen állapot van. Kicsit ilyen buzséri egyébként. Na, szóval támogassatok minket, küldjetek sok-sok pénzt, vegyetek sok-sok kelmét. És bögrét. Meg, bögrét. bögrét, kártyát, Meg mindent. És jön vissza meg a jövő Hát, ha, ha úgy lesz. Ha Igen, úgy lesz. meg lehet, hogy teszünk a leírásba, el most bankszámlát. Az jó. Tényleg már ilyen, ha, ilyen Még Igen, ezt még nem tudjuk, de majd a leírásból ez is kiderül. Nézzétek a leírás, ott lesz minden fontos információ. És kövessétek Viszpertont a TikTokon. Meg a Vegyetek föl hitelt. Ja, igen. Hitel nélkül nincs élet. A Puzsér boldogságára kell hitelt fölvenni. Hitel nincs Vagy volt. ha nem akartok hitelt, akkor ugye ott van a másik bölcsesség, ha nincs lakás, akkor vegyetek egy ház. <laughs> Olyan bonyolult. Vegyetek benne a Igen. Sziasztok. Sziasztok. Na, hogy állunk? alig jön valami. Itt tönkre fogunk menni. Fog meg a vizemet már, csak ez jutott sör helyett. Egy gombóc fagyi, egy téglavaj, egy jobb fajta gírosztál ára. Hogy legyen hajó ágyud. Meg nekünk is. Meg a Jákob Petinek is. Szóval ne legyél már ilyen köcsök, hogy kérni kelljen. Mi érted is harcolunk. Meg az európai értékekért. Ha mi elveszünk, te el a következő. Adjál pénzt! Hozzánk egy árva filler nem gurul ezért. Sem Sorostól. Sem Korányi Dávidtól. Sem Mészáros Lőrinctől. Sem a náci... Német nagykövetségről. Csak a ti mikroadományaitokon múli. Mondjuk aki a hajóágyúban nem keresi meg az évi 100 milliót, az hülye. Úgyhogy alapítottunk erre egy céget. De ha nincs pénz, tönkre megy. Ha nincs pénz, nincs táb. Nincs gép. És nincs hajóágyú. Ha ezt akarod, nem kell tenned semmit. Ha viszont mégis szeretnéd, hogy legyen, akkor a videóik leírásában mindig megtalálod, hogy mi a teendőd. Adni mindig jobb, mint kapni.